uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! Hello. Kívánjuk mi is nektek! Jó reggelt, itt vagyunk. Beállítottad Jules, nem? Igen, megint? Fú, na mindegy. Ho, mi újság? Jó vagytok? Semmi? Mindenki rá. Mi váltak? Semmi? Hogy vagytok? Sehogy? Hát, ha már így futottál nekem, akkor igazán nem történt semmi a hét. Jöjjön valami zene. Akkor már és egy kis muzsika. Gyerekek, én megint szenvedek a saját hangzásommal. Majd megoldja a Zsül. Majd Zsül dolgozik rajta valami? Persze, majd dolgozik közben, miközben mi beszélünk, és elmondjuk, hogy mi volt a hétvégén, mi volt pénteken. Na, jó volt a Bolton? Nem voltam. Nem volt. Nem volt. Nem de voltál? Volt, az volt, csak miért nem mentél el? Hát nem, ilyen mindenféle gyerekkel kapcsolatos dolgok jöttek közbe, úgyhogy nem tudtam el. Akkor az bocsánatos bűn. Pedig vártak a haverjaim. Tökre azt hittem, hogy menni fogsz. Én is. Mert hogy egyébként mondtad is. Még délelőtt is úgy tudtam. Igen. Hogy megyünk, de nem. Leadtam a drótot, hogy milyen autó igen. Volt, meg tudjanak viccelni, érted? Én nem szóltam senkinek. Miért nem? Mert nincsenek ott sem ismerősé. Ja. Csak kíváncsi lettem volna rá, hogy milyen a film, milyen a hangulat, hányan vannak, róla, igen. Milyenek a koncertek. Igen. Nekem ez most így kimaradt, messze is van, meg más dolgom is volt, de ugye tényleg nyitott lettem volna a témára. Na mindegy. Igen. Nem tudtam eljutni végül, nem mentem, úgyhogy nem is tudok róla mesélni, pedig annyi mindent lehetett volna megnézni, de nem, ezt most nem. Nem is olvastál róla semmit, legalább azt mondtam. Vagy láttál, hogy te híradó. Elszámoltuk magunkat, úgyhogy nem tudtam eljutni, basszus, pedig jó volt, még ott van egy jó kis hely, ott hegykő, Sopron mellett ott van egy szép strand is egyébként, egy nagyon szép strand, úgyhogy... Úgyhogy nem tudom. Nem baj, hétvégén Balatonszán majd oda mész. Én aztán nagy szándos vagyok. A szeletelősbe. Azt szerintem én kihagyom. Az nem az én világom. Jó, lesz az. Bár sok ismerősöm van. Na, így van. Megvan, ott is tudsz inni. Majnáni. Tessék? Nem sorolnám az ismerőseim közé, de ő is ott van. Igen. Na, hát sokan vannak már, az ilyen felvonulós lett. Vagy hát ilyen meg kötelező megjelenős kicsit. Igazából. Menő, csak úgy elmenni, megmutatod magad, és akkor az jó, hogy ott vagy. A Szándon? Aha. Szerintem az igen, hát az egy kicsit igen. Igen. Sose az... leszünk menők, Jani. Azt hiszem, az nem, ez a vonat nem. Elment. Az nem az én világom, én de végképp nem a tiétek. Igen. Igen. Ez nagyon elment. Yeah. Nekem a péntek estem ez nagyon jól sikerült, de ugye előre jeleztem, hogy nekem lesz egy ilyen kis trónokharca maratonom. Úristen, az utolsó négy rész nagyon-nagyon sűrű volt, nagyon súlyos volt. Marha idegesítő, hogy az ember ilyenkor belegondol, hogy akkor hónapok múlva jön csak a folytatás. Elképesztően durván zárták a negyedik évadot. Ez a négy rész, ez hát minden felülmúlóan izgalmas, színvonalas, annyira működött, hogy hihetetlen. Hát mindjárt megnézem, hogy mikor játszik. A most futó sorozatok közül, ilyen tévésorozatok, kábeltévés sorozatok közül szerintem, hát jó, nincs nyilván az egész kollekcióra meg kínálatra rálátásom, de hát nagyon jó volt, nagyon jól szórakoztam rajta, úgyhogy fogyott a chips, a nachos, reggel az oliva. Tartott? Ja, hát olyan fél ötig. Olyan fél ötig. 4-50 perc. Na jó, de úgy, hogy egyet megnéznek, és átbeszélik, tudod, hogy emlékszem, amikor azt a csávót átszúrták a nagy izével, ugye? Átbeszélik, jön a következő. De tudod, onnan látod, hogyha kívülről nézed mondjuk az én videózási, tévénézési, mozizási szokásaimat, hogy Jani még nem alszik a fotelben, édes dedem kis félredőlt. Igen, csendesebben izgulnak. Igen, ebből látod azt, hogy jó a sorozat. Így kitágult pupillákkal, érted, hogy hívják, néztem végig az egészet. Én kettőket nézek most belőle, most az ötödik résznél, de én többet vártam. Majd jó lesz az. Az alapul. Nem erős. Nem lesz. A végére kiforja magát, csak akkor meg pont vége van. Mindenki olyan durvákat mondott erről a negyedik évadó, hát most az ötödik rész nézem, biztos lesz a vége a bekeményedik, most ötödik rész, és mindig nagyon nem történt semmi. Se szex, se halál. De volt egy kis erőszak, meg ilyen, az mindig van. Meg halál is elég sok, de most úgy kicsit többet vártam. Engem mindig beszippant. Szerintem egyébként sokkal egyenletesebb a színvonal, mint például a Walking Dead-é. Tehát, hogy így óriási nézettsége van a VD-nek, imádják az emberek a világon mindenhol, nálunk is megy most már szinkronosan, de az egyenletlenebb színvonalú szerintem, ott a második évad az szinte majdnem végig nekem így kuka volt. Na. Úgyhogy itt meg azért minden rendben van. Úgyhogy tök jó. Szombaton meg voltam egy nagyon jó futóversenyen, a Marathonman Night Run-on. Igen, nagyon hangulatos volt. Nagyon hangulatos volt. Tehát képzeljétek el, hogy 21 órakor volt a rajt, ugye, és azzal kezdődött, ami hát az én szívemhez nagyon közel áll, hogy felfutottunk a várba.
és azért a kivilágított vár így este. Hát, de miért? Tehát, hogy egy csoda. Nem lehet, hogy ott gyülekeztek, és azért lefelé csak könnyen hát, futni, nem? Hát miért kell felfutni, persze. Miért kell azzal kezdeni, valaki? Este 9-kor még 30 fok van, és így fölfutsz a várba. Hát miért nem le? Hát, miért van oda busz fölmentetek volna busszal, és lejjön. Aztán volt lefelé futós része is, a fölfutós után, hát törvényszerűen ez így szokott lenni. Jó sokan voltunk egyébként, több mint 1500-an. De ez nagyon menő, hogy amikor befutsz a célba, akkor bemondják a nevedet, hogy gyere Gábor, gyere, már csak szép volt Gábor. És ez mindenkinél, igen. Ez így volt? Így volt. Mondták a tiédet is? Igen. Gyere mondták. Jani, gyere Jani, szép volt Jani. De jó, és honnan tudják? Hát, gondolom a rajtszám alapján tud elektronosan jelzi neki. Ott van a speaker előtt, rögtön látja a rajtszámot, rögtön mondja, hogy ki az, és így tök Gabi jó. Gabi és Évi. Ez nagyon jó. Ez volt végig. Ez nagyon jó volt, három táv volt egyébként, mind a három körülbelül ugyanannyian futottak. Nagyon sokan voltak, nagyon hangulatos, hát kivilágított Budapest azért szerintem az önmagáért beszél. A szervezésen még egy nagyon picit csiszolhatnak, mert lehetne egy kicsit több toalett majd legközelebb, meg mondjuk kicsit nagyobb öltözősátrak, meg ez az amaz, de szerintem hát abban... mentek, nem fosni, nem? Hát bár igen, de azért az utóbbi is egyébként, aminek aki teljesen fut, joggal... Aki fut, az ne egyen. Aki nem fut, az egyen. Hát teljesen joggal utaltál, az utóbbi is az évbe beesik egy-két embernél ilyenkor, meg hát hogy azért meleg volt. Nem volt egyszerű dolog, de szerintem a Batthyány téri vécés néni azért áldotta a szervezőket, hogy nem gondolták ezt a dolog. Hát olyan a igen, beengedő kapu, kis forgó, hogy hát még zuhanyzási lehetőség is van. Na de várjál, futni nem úgy megyek, hogy van nálam egy 100-as slozira. Hát de. Ja, de úgy, szerintem, hogyha a Batthyány téren rendezemek meg egy futóversenyt, akkor csak viszel magaddal valamennyi aprót, meg ilyesmit. Jó, nyilván most, hogyha abból indulunk ki, hogy van elég ilyen-olyan mosdási lehetőség, meg van elég toalett, akkor erre nincsen szüksége, de hát csak azért van nálad 200 forint, úgyhogy megoldható volt. Ez ilyen kis puszt zönge volt, mindegy. Nem érdekes, majd jövőre sokkal jobb lesz ez a része is, én mondjuk, a 80-as évek végének futóversenyein szocializálódtam a nejemmel együtt, úgyhogy hogy ott meg azért hát ott sok fa meg bokor kipusztult. És mennyit kellett éjszaka futni? Hát volt 6,5, 12 és 21. És mennyit futottál? Én 12-t futottam. Jézus. Azért ez nem rossz. Hát, úgyhogy jó volt. Ez nem rossz. Jó volt, hangulatos volt, húzós volt, sokan voltak. Volt inspiráció is. Egy jó nő nem volt. Jó csak volt. És most van egy új divat, ami nekem nagyon tetszik, hogy olyan kis szoknya, olyan kis, kicsit ilyen teniszes feelingje van, ami alul short, de kívül csak kis mini szoknyának tűnik. És abba futnak? Aha. Ó, Istenem. Az jó, bizony. Haverom, én mondom, mondta, hogy ilyen inspiráció még nem volt előtte. Úgy sietett, mint még soha föl a várba. Tényleg? Jó. Én is azt mondom. Mert hogy az éjszakai kivilágítás az ilyen volt. Kicsit le is maradtam a halászbástyára. Rámüges minden. Úgyhogy jó. Hát így. Ez a sportos van. Jó dolog ez a futás. Zsanya is ott volt. Nem. Nem futott? Nem. Nem, jön ő is majd egyébként, majd a Vizer félmaratonra, de most nem volt ott, mert a gyereket nem tudtuk volna eltenni. Aha. És a Virágnak még ez a 6,5, ez még sok. Úgyhogy meg későn is ért véget, tehát olyan éjfél körül értünk haza, úgyhogy neki akkor már ágyban van a hely. Na, gondos szülők vagytok, futtok és altatjátok a gyereket, király. Úgyhogy jó volt, mondom, nagyon hangulatos volt. Mik lettek a meccs végeredmények? Fogalmam nincs. Nem néztétek? Én dolgoztam egész hétvégén, fesztiválra mentem. Én belesen néztem. Meg ugye, ahogy szoktam ott mondani, engem a fogadás ténye izgat maga. Mi volt? Mire fogadtunk? Hát a Brazília Kolumbiára. Nyertem 5-öt. Na megint? Feri 5 játékpénzet, Kolumbiára az 5. Várja, akkor az újabb. Minusz 10-ben vagyok, így kezdjük így. Ugye? Igen, az már minusz 15. Igen, Franciaország, Németország 0-1, Feri 5000-et tett a franciákra. Akkor az még 5, tehát már mínusz 20. De jó. Hollandia, Costa Rica, hát ott 4. De ott nagy mázlid volt egyébként. Nyertem 5000-et? Azt hiszem, vagy 11-esekkel becserélték a holland kapus, megint a fangával, ami 5 húzott, hogy ez valami elképesztő. Aha, ja, te itt Costa Ricára tettél, mert az a te csapatod, így 4-3. Itt egy, igen. Akkor itt nyertem 5-öt, mínusz 15. Mi van ezzel a Federer gyerek? Hát, ne is mondd. Mi van, ki kapott? Ki, de nagyon nagy meccs volt. Az egyik legnagyobb Wimbledoni döntő volt. 5-2-ről jött vissza a negyedik szedbe.
7-5-re. Hova jött vissza? Hát a meccsbe. Ja, miért kiküldték? Igen, igen. Fölültették az első soron, de hogy menjen ki. Hogy ezzel a játékkal semmi keresni valójaid. Most úgy fogalmazok, hogy nem fogod érteni, úgyhogy a negyedik szett 5-2 Djoko. Uh-huh. És aztán 7-5 Federer. Na most ez, aki picit is ért a teniszhez, az érti. Aha. Nyilván nem hozzád mert beszélek, tehát nyilván ezt nem neked mondom, csak rád nézek. De értem, az 5 meg a 2 az 7, és a 7-5 az meg 12. Ez 12. Aha. De így, ez a jó matek. És akkor az több a 12. Ah, csodálatos döntő volt egyébként. És ott volt Rogerbe, ott volt. Ott volt, hogy megtudna. Ott nem volt. Volt ott, mert ha ott lett volna, akkor megcsinálja. Én nem tudom, miért nem tudta hozni az adogatását a végén. Nem tudom, mi történt egyébként. Aha. Mert olyan úgy adogatott végig, mintha nem is tudom. Azzal bukta el, hogy nem tudta adogatni. Sampras játszott az Ivanisevicse. Igen, nem hozta az adogatását, és akkor így a végén sajnos elment a szett. Úgyhogy azzal egy tizet behúztál. Hát igazából, de közel voltál ahhoz, hogy még ott is egy tizecskét bajnak. De szép lett volna. Az nagyon. Akkor az azt jelenti, hogy a 15 000-ből még egy tízes ide nekem viszont, tehát mínusz 5 000-ben vagyok. Hmm. Gyakorlatilag ledolgoztam 5 000-et. Ledolgoztam. Sőt, hát mínusz 15-ben is voltál. Igen. Ja, igen, csak a mai napot ugye úgy indított, hogy mínusz 10-ben vagyok, 10, ahhoz képest most már csak mínusz 5. Hát figyelj! Hát akkor nem rossz, nem rossz. Hát egyébként még nem kell átadnod, hol lejj neki a sárga csekkeket, de talán ez alatt is eljön. Igen, most ez még ezzel még sokra nem megyek, de azért 5-5-öcske. Mínusz 5, nagyon. Gubács Kabalinak, azért az nem rossz. De még nem adom oda, hát nincs még vége a végére. Hát még a VB-re, még az azért. Nem, várjuk meg a végét. Még csak van valami meccs. Ja, és a Babos tímeáik, hogy bejutottak hát, az öntőbe, az így is, hát ez így is óriási dolog. Ja, az így is óriási dolog, hogy nem is erre mondom. Azért, hogy tök jó. Az nagyon nagy dolog, igen, de nem volt sok esélyük szegényeknek a döntőben, tehát az a páros, akivel játszottak, az egy elég rutinos és nem elég jó páros. Nem volt még magyar lány a döntő. Volt. Temesvári volt 86-ban. A rohadt életbe. Félrevezettek a sportkommentátorok. Sőt, mi többök meg is nyerték. Igazából 86 óta nem játszott Grand Slam döntőt. Na. Ezt akartam, ez a jó megfogalmazás, igen. Akkor lehet, hogy csak rosszul hosszú ideje magyar teniszsport legnagyobb sikere ez. Igen, mert ez is gyönyörű egyébként, meg hát ez a második hely is persze, tehát mind anyagilag, mind erkölcsileg, mindenhogy nagyon jó. De hát az eránék azok nagyon jók. Hát, azt hiszem 6-0, 6-2, vagy valamilyen 6-1, hát 6-2. Ilyen, tehát, igen, ilyen simának tűnő, de hát ilyen semmi sem sima már ott. Rendezték őket, viszont nagyon nagy dolog meg. Hát a Timi nagyon jó arc, én ismerem, úgyhogy nagyon gratulálunk nekik is. Azért ez mindenképpen egy nagy eredmény. Úgyhogy szerintem ő most párosban jobban menetel, mint egyéniben, úgyhogy több esélye lesz majd, ha indulgat egy párosban. Mindenesetre Grand Slam döntőt játszani. Óriási. Az nagyon. Igen. Hát úgyhogy abba érdemes belegondolni, hogy hány tízezer teniszező van egyébként a világban, női teniszező, aki ott szeretne lenni, egyszer el szeretne oda jutni. Bizony. El szeretne kerülni főtáblára. Igen, ők még Grand Slam döntőt játszottak. Ez a Hollandia Costa Rica nagyon nagy mázlid volt. Az se sokon múlott, úgyhogy most éppen, hogy csak lavírozó. Igen. És megtettem ezt a kis Costa Ricát, és majdnem legyőzték a hollandokat. Igen. Ott a kapitány húzott nagyot, mert lecserélte a kapust. A Costa Ricai? Nem, a holland. Úristen. Ja, hát mit tudom, én nem láttam a meccseket. Én sem. Egyébként. Nem néztem most, abszolút csak tenisz néztem, nem voltam tévé közelben. De lecserélte a kapust, behozta azt a kapust, akit kifejezetten a büntetőkre készített föl. És ez meg kifogta a szemüket. De csak ennyire van, tehát őt arra trénerezik, mit egy évig. Hát ő ilyen 11-es specialista, igen. És ő mondta, hogy hát jó, akkor most mennyibe védjél. És akkor becserélte a kapus, azt megvédett egészen jól. Király. Úgyhogy a kis Costa Rica majdnem csodát tett. Azért kiverte volna a hollandokat, az nagy dolog lett volna. De sajnos nem. Jól van, úgyhogy akkor marad a... Mi marad? A Brazília, Németország? Talán az lesz majd az egyik elődöntő. És mikor rendezitek? December 31-én? Mit? December 31-én rendezitek, nem? A VB után. Menjen addig. VB után? Nem, én kiveszem a pénzt. Szépbe. Én mindig kiveszem a pénzt. Kiveszem a pénzt. Várjál, nem vagyok a banknál semmit. Nem vagyok a banknál semmit. Hát most, ha minden igaz és jól mondom, akkor Brazília, Németország és Argentina mi lesz? Hát meg a másik mi lesz csapat, veled Argentina? Játszik arra. Miért kell, hogy sírja Argentina? Argentina-Hollandia? Hát, hogy... Fogalmam nincs. Argentina-Hollandia. Hát, ha hollandok most nyertek, már pedig nyertek, akkor lehet, hogy az. Most van egy-két nap szünet, és akkor utána kezdődnek majd az elődöntők biztos nyilván. Meg hét, azt tudom, hogy vasárnap van a döntő. Aha. Akkor én már nem vagyok Magyarországon, de nem baj. Ott is meg tudom nézni, szerintem, ahol vagyok. Ha fejlett országba mész, akkor lesz vagy internet, ha vagy nem van, tévé. Igen, elzárt én Észak-Kórába megyek, ahol nincsen igen, semmi, akkor vagy egy hetes ilyen beduin túrára, akkor igen. Lehet, hogy megnézem. Állítólag nagyon dura volt a Forma 1. Nagy baleset volt, egy órát állt a közvetítés. Igen, valami nagyon komoly futam voltam,
És hát gyerekek, ott a szenvedés, mert szegény szúlyójék is azért gondolhatod, hogy nyilván készülsz be ilyen tarcsi anyagokkal, amit beteszel, de nem egy órán keresztül. Ott már azért már mindent elmondasz. És várja, az volt, hogy a szalagkorlátot kellett kijavítani. Mert neki csapódott a nem is tudom melyik, az egyik Ferrari talán. Kijöttek a bádogosok meg és a helyeztő. És jött a ízé, pont Szegedse, puf, oda fölfogták, és egy órán keresztül állt a futam, úgyhogy azt végig dumálni. Az jó, amikor már kapaszkodtad, már szeded össze az összes ilyen ízé teljesen jelentéktelen és mellékes ilyen információmorzsát. És akkor a Fittipaldi azt mondta a mellette ülőnek a boxban, hogy lesz ez még jobb, és na, jó. Ez is elment 10 másodperc. Ja, van még valami, amit bedobhatnánk, és akkor, amikor egyszer gokártozni volt a Ralf Schumacher. Fú, az nagyon kemény lehetett, úgyhogy izzadtak. A srácok a rádióban is szörnyű volt már hallgatni, tehát nagyon hosszú volt. Úgyhogy így nagyon nagy baleset volt. Figyelj, ezek meg birkóznak. Jaj, a hétvége. A hétvége, a Pride, igen. Igen, beszabadult egy örjögő ellentüntető, és a kamionnak a tetején próbálták megfogni. Ezt láttátok? Rúgták, ütötték, igen. Vágták, igen, aztán végül kivitték. De ez ökenőmentesen lement, azért ez mindenféleképpen jó. Mert is mondtam, hogy vonulni fog az alföldi, vagy a kulka, és ott volt az első sorra. Alföldi ment alföldi egyébként. Ment. Jó sokan voltak. Na ezt nem értem, ezt az ellentüntetőt, aki fölhúzza a csukját a fejére. Ha bár kimész, akkor válasz. Ez milyen profint csinálják, hogy így leválasztják őket, ez nem? Jó, ez igen, ez működik. Azért ő aha, neki át kellett. Mert... Ebben a pillanatban átugrott valaki, és rögtön a rendőrökre is teperték. Én azt nem értem, hogy miért nem maradnak ők ilyenkor valahol vízparton. Tehát, hogy... Meg hogy mire gondolt, hogy a srácok a másik oldalon az egyenruhában azért vannak, hogy átengedjék, vagy... Komolyan, Istenem, de bátrak vagy. Ha még rózsaszín lett volna az egyenruha, akkor még félreérthető lett volna, de igen. Igen. Minden esetre simán lement, úgyhogy tök jó, meg jó sokan voltak. Jól van, mi volt a játékkal múlt héten? Hát azt szerintem elbuktuk, nem? Lélegzetvételnyi szünethez juttattuk a hallgatókat. Így fogalmazni. Igen, visszaadtuk a reményt nekik. Most már hetek óta, azt hiszem, 5 vagy 6 hete mi nyertünk folyamatosan, és a múlt hét az 3-2 lett nekik. Benéztük? Igen? Nem, benézted, tehát azért neked ránk, mert mi nyertünk olyan. Nem, 3-2 lett. Mit nyertél? Hülye, hát most mindjárt elmondom, hallod, legalább 2-t buktál. Mit nyertél, hülye, azt mondja, mindjárt behozta az Anna az összesítést, be. Mondom. Mindenki hozzátette ez a nyomorúságos héthez. Igen, benne vagyunk valóban. Ki játszott pénteken? Hétfőn én nyitottam a hetet, Szilvi kimondta az igen. Tehát ki nyert egyet? Én nyertem. Kedden te játszottál, Balázs. Ott is nyertél, tehát neked is van egy nyertesed. Szerdán én játszottam, akkor kihúztuk az egy percet, és tegnap te játszottál. Tegnap? Milyen tegnap, Anna? Tegnap nem játszottunk. Elvéreztél. Igen. Tessék, Jani, aztán... A biciklis kölcsönző Gyurival játszottál, és még ott is elvéreztél. Igen. Hát szépen mindenki elvérzett akkor. Jó van. Nagy ügy, majd ezen a héten, majd csont nélkül hozzuk. Ugye ezen? Ha majdnem. Oké, király lesz. Vagy igen, vagy nem. És akkor pénteken meg azt azért mondjuk el, meg majd mondjuk majd sokszor is, hogy ugye megyünk a Balatonfüredre, úgyhogy ott leszünk megint a... Szokásos Annagóra Aquaparkban reggel van. Ott vagyunk, ott van a Csabi, aztán meg a Piros, és ott lesznek mellette az esti koncertek. Bizony, 10-kor megjön a Kassa Tibi hozzánk. Igen. És még ki jön? Nem tudom. És még ki? Bézolika. Ja tényleg, mi van Bézolikával? Most visszük? Figyelj, most szerint ez jobb lenne tudni minél előbb, nem? Igen, szerintem is megígértük. Hogy nyomasszunk már sem magunkat, sem másokat vele majd a Balaton lelei kitelepülés kapcsán, mert hogy ez a két variáció van. Igen. Füredre el kéne hozni. Szerintem ő is örülne neki, ha befér. Jó, ha megbeszéljük. Hát, de ha befér neki. Csak el. Ja, neki. Ja, nem, sajnos én nem. Ja, hiszem, nem azzal kocsival. Utazom, amivel. Igen, jó, elhozzuk őt is, persze. Hát vigyük Füredre akkor. Jó. Persze. Ott mégis csak jobban el tud tűnni a tömegben. Lellén az egy strand. Mert ugye Füreden ez egy akvapark. De miért nem megyünk le vele? Hova? A négykarikással. Miért nem visz le ő minket? Mert pont elférnénk. Ja, kijön a Q7-ese, vagy az A7-ese, vagy az S8-ese? Na, majd megnézem. De Zolikának is az van. A régi A8-as. Igen. Négykarikás, igen. Pont elférnénk benne. Nem? Sorsot húzunk, hogy ki ül elől. Hát én nem akarok vele beszélgetni. Feri nagyon jól szerintem, nagyon jól teremt kapcsolatot másokkal. Az biztos is. Igen. Na jó van. Jó, látom már többen jelentkeznek játékra, úgyhogy ez jó. Lehet írni SMS-t, hogy ki szeretne játszani. Jó, fél hét múlt pontosan egy perccel, jönnek a hírek után jövünk a játékkal mi is.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9 perc van pontosan 7 óra, ilyen bugyuta egy dalt, jó Isten. La 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 la. Úristen. La 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 la. Ez valami, hát ez... De rögtön megjegyeztető. Tessék? Rögtön megjegyeztető. És azon, hogy a la la la-ért ugyanúgy fizet a hivatal, tudod? Igen. Tehát, mintha rendes szöveget írsz, az ugyanannyiba kerül, mint egy jó la la la. Hazamegyek, bekapcsolom a gépet, és lábbal írok egyet. Igen. Komolyan, az F2 a lá, az F8 a lálá, akkor így nagy lábúja az, amik is írok 4 ilyet holnapra. Mert az plagizálás a lálá, most akkor te nem tudom, találj ki valami más, mert az a Pitbull olyan jókat csinált egyébként önmagához képest, úgy értem, hogy ebben a kategóriában ő jó. Figyelj, ez valami nagyon. Ez nagyon egy másik szörű szegmens, a lálálások között még nem szerepelt, érted? Most itt is bizonyított. De ez ilyen, hiányzik még egy track, adj már le valamit. Jó lesz az, na jó lesz az, na. 10 számot beszéltünk, még annyi rosszul a szerződést. És még van fél óra. Fél óra? Igen. 5 perc múlva. Még meg is kávézott. Jó lesz az, na. Úristen. Nagymaros Budapest 30 perc késés. Jó reggelt mindenkinek. Üzeni a Máv, hogy nem ezt én tettem hozzá. Laci írta nekünk. Mi van, Máv? Gondolom én, ugye? Hát utána fogunk nézni ennek is. Az én kérdésem az, hogy mi van, Máv? Mi van, Máv veletek? Nem értem, mi van, Máv? Ricse településen a Vasút utcán Trafipax. Ez pedig Miki küldte, mi pedig már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, Péter vagyok, Gyuláról. Péter, hello, Péter. Szia, Balázs. Szia. Mit csinálsz, Péter? Hát én nyomdász vagyok, és nyomdászkodom itt Gyulán. Aha, már bent az üzemben vagy? Már bent az üzemben, egy ilyen kis nyomda, úgyhogy itt korán kezdünk. Korán kezdte. Könyvnyomtatás? Van könyv is, szórólap, mindenféle, ami a palettán van, mindent nyomunk. Minden, aha, mindent, jó van. Igen. Jól van, kivel szeretné játszani? Hát Vált Balázs, mivel hogy ugye kicsit felé címeztem az SMS-t. Mit írtál? Nem tudom, most nem láttam. Hát, hogy beszéljük meg ezt a tegnapi döntőt. Na, nézted? Néztem, igen. Na, beszéljük meg, jó. Na, oké. Beszéljünk róla, Jani. Ti most fogtok játszani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Na, Balázs, te nézted tegnap? Néztem, hogy ne, hát persze. Na, és mit szóltál ez a negyedik szethez? Hát az nagy csoda volt, amit Roger csinált. 5-2-ről visszajönni a teniszben, az nagyon nagy dolog. Ráadásul nagyon. Úgy, hogy 7-5-re behúzta, az nagyon szép volt. Nagyon szép volt. Így van. Végignézted? Hát voltak kisebb kihagyásaim, de úgy helyjel közel végig. Sajnáltam, mert benne volt, hogy meg lehet neki a 8. Benne volt, így van. A tavalyi Roland Garrosra kérdezhetek egy picit még így kitérően? Persze. Hogy tavaly Federernek milyen problémái voltak a szerelésével? Arra emlékszel? A Garroson? A Wimbledonon. Azért, mert a Garroson ott semmilyen probléma. Szóval a Wimbledonban a cipőjével volt baj. És mi is volt ott a baj a cipőjével? Túl színes volt a cipője. Mert miért voltak színesek, hogy az nem jó? Áj, de jó! Mi nagy bajba kevertél magad, olyan jól játszottál. Kinyírtad magad 3 másodperccel a vége előtt úgy, hogy én speciál már kicsit hátba döfve. Balázs, te már én neked szurkoltam, mert olyan jól játszottál, hogy ez elkezd lazán, flottul, kicsit már pimasz módon lezserül. Ráadásul egészen sokat tudsz a teniszről, mert ezt kevesen tudják, hogy az első forduló után levetették vele a cipőjét, mert túl színesnek találták. Mert csak fehér cipőbe lett, és erre fehér szóra koncentráltam, hogy kimondasson. Igen, fehér volt a cipő, a talpa színes volt. Így van, és azt levetették Rogerre, és akkor a Nike küldött neki egy másikat gyorsan, egy másik szettet. Abban a pillanatban volt hát már egy ilyen. Hogy nem megoldották azért ezt, igen. Valaki kiszaladott gyorsan a nem tudom hova. Az All England Cup mellé bement egy boltba, azt vett egy másik. Igen, és azt ezt természetesen megírta az egész világ, és mindig egy picit jobban forgott a sportszergárt a cégnek a neve is. Igen. Ráadásul most az ütőjét is tudni lehet, hogy milyen ütővel játszik. Egészen pontosan. Figyelj, nagyon jó voltál, komolyan mondom.
Köszönöm, csak hát nem sokra megyünk vele. Nagyon, Péter, nagyon jól játszottam. Köszönöm. Meg hát ha valaki, igen, valaki így szereti a teniszt, meg ennyi mindent tud a teniszről, hogy miért cseréltették le tavaly Wimbledon a Roger cipőjét, hát ez már tényleg érteni kell hozzá, vagy nézni. Az meg aztán pláne kedvelem. De persze ennek ellenére nem hagyom nyert. Picit olyan a focit jobban szeretem, de mindegy. Picit olyan a beszélgetésetek, mint a Wimbledon is sajtótájékoztató most a Djoko Federer után. Igen. Kicsit. Nagyon jól tenisz, ez nagyon jó, de hát most érted, mégis most én hoztam be. Egyébként mi a baj a színes cipő talpa? Hát Wimbledonban van egy hagyomány, hogy ott mindenfenek fehérnek kell lenni, és csak nagyon kevés dolog lehet színes. Hát belelépett valami, az a rágógumi. Kivéve, amikor Wimbledonban volt az olimpia, akkor mindenki színesben játszik, csak olyan fura volt látni az All England klubban mindenki színesben, tehát az nagyon ritka. Péter, köszi a játékod! Én is köszönöm, további szép napot neked! Ciao, hello! Hello. Jó van, gyerekek! Jó volt ez! Igen. Bár nagyon sokan írják, hogy kimondtam, úgyhogy Anna, hallgasd vissza, mert ha ennyien írják, akkor ott valami nem lehet. Figyeltem pedig. Igen. Hát a nagy számok törvény alapján én utána számolnék azért ennek az 5 SMS-nek, hogy ez hány százaléka a hallgatott táborunknak. Nagyon sokan írják. Igen, sokan írják, lehet, nem hallottatok valamit? Nem volt, én így néztelek. Én sem hallottam. Így néztem, én sem hallottam. Szerintem az óra megállítása után mondtam már ki, de ott ugye megállt az óra, mert a játékosunk kimondta. Mindegy, Sólyomszem visszahallgatja. Jó, ha kimondtam, akkor természetesen megadjuk. Challenge van Anna, kikértük a challenge-et, hallgass vissza. Jó, jövünk a hírek után az eredménye, meghallgatjuk, ha igen, mondtam, akkor bejátsszuk, megmutatjuk, jó? 2:07, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 7:11, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Margit híd, lábánál két autó ütközött, torlódás alakul mindkét irányból. És M2-es Dunakeszi kijáró 5 Budapest irányában egy korábbi baleset miatt lassul a forgalom, lépésbe halad a kocsisor, ezt Tomi küldte nekünk. Mérik a sebességet a háromlábú rendőrrel. Cserebökény, Eperjes összekötő úton óvatosan, Tökös Ancsa vagyok. Rosszul hangzik. Szentlőrinc után Pécsveri motoros és vaddisznó találkozott helyszínelnek. Bandita írta nekünk, és a 47-es úton Berettyőfalu és Derecske között mérnek, ez pedig Márk küldte nekünk, ezek a legfrissebbek. Na, mi van most ezzel? Ki mondtam, nem mondtam ki, mi van? Nem mondtad ki. Én nem, nagyon sokan írják. Nem, és Anna vissza is hallgatta. És egy darab nem, meg egy darab igen sem volt benne. Mindig van egy kritikus tömeg, akik ha elküldik, akkor mi is ugye kikérjük a sólyomszemet. Mert 3 sólyomszem van egy szedben, de most már csak 2. Igazából erre a hétre. De várj, és egy szed az egy hetes? Tehát egy hét alatt 3-szor lehet? Hát 3 sólyomszemet használt. Okay. Mi is kikérhetjük, meg a hallgatók is kikérhetik. A hallgatóknak már csak 2 van. De nem mondtam ki. Úgyhogy nem. Nem, ez egy gyönyörű pont volt. A hallgató saját magát csalt a csapdába. Igen. Igen. Na. Gyerekek. De akkor nem kell megmutatnunk, nem? Hát ha akkor mutattuk volna meg, ha kimondod. De úgy értem, hogy most nem kell. Nem, hát, most mit hát szerintem a hallgatók hisznek a mi szavai jelentőségünkben, nem? Nem. Ugye nem? Ugye nem. Az a baj, hogy nem. Csak onnan Balázs kimondta az igent. Nagyon klassz volt, gratulálok. Bali, igen, mondod. Igazad van. Egészség. Na, jó van. Jobbulás. Balázs, imádlak, de kimondtad az igent. Balázs, kimondtad, basszus. Még le is cseszett. Még le is vagyok szúrva. Bali, kimondtad, vállalt föl. Nem mondtad. Na, hát ez. Bevállalná. Nem mondom, pénteken biztos csaltunk volna, de hétfő van. Igen. Majd hétfő még tiszta a lelkes. Hétfő még él a remény. Hétvégén mindenki hazament, a családja fényében kicsit tisztává vált, nem megfürdött, szenté vált. Hétfő még jó lelkűek vagyunk. Péntekre már bekormozódik a lelkünk, ott már úgy elcsaljuk, mint a húzat. Mondjuk én szombaton kárhoztam el.
gondolatban csak. De? De majd... De aztán mondtál. Majd, így van. Üdvözlégyed, meg hiszekedjen. Így van. Hát igen, gyerekek, a város ilyen. Szóval ezzel nincs mit csinálni, tele van jó csajokkal. Nyár van, rövid szoknyák, bizony. Kis pólók. Nagyon jól teszik. Áj, de jó. Csak így tovább, hajrá, hajrá. Lesz még melegebb is, készüljetek. Lehet még rövidebb is. Még rucikkal. Így ilyen van. Lesz majd jövő hét, vagy most hétvége a akvaparkban. Bizony. A semmi, mert 20 fok lesz, úgyhogy... Nincs oda. Tényleg jön a hús, jön a idegfront. Hát most hidd el nekem. Tudod, hogy időjárás szakértő vagy. Azt szerda, aztán megint elkezd majd melegedni. És ugye pénteken vagyunk Füreden, úgyhogy akkor megint majd. Hát igen, ilyen 24-25. Abba már lehet fűteni. Aha. Igen. Holnap még 31, és aztán holnap délután megint. Itt nincs két hét nyár, vagy nincs. Mi van? Mi van? Ez már? Valami mi tendenciával van? Vált egyébként, hogy egy picit, egy ideig irgalmatlan meleg, utána megjön egy hideg front. Valahogy ez már, most visszagondoltak az elmúlt két hónapra, állandóan ez ment. Jött a nyár, igen, hozzászoksz, megszereted, jó, és jön egy hideg front. Figyelj, tulajdonképpen ez egy kedvezmény számunkra az időjárástól, hogy nem kell megdögleni, érted, a 35-40 fokban folyamatosan, picit meleg, és utána így visszahűt. Van. Aztán megint visszahűt. És ez milyen jót tesz a szervezetnek, úgyis túlnépesedett a föld, nem? Nagyon. Ez nagyon. Okay, egy hónap is hűvösödnek az éjszakák. Ha már megkérdezik, tudom, és jön a karácsony, meg a Mikulás. Én már annyira várom. Szinte az agyá, hogy rövidülnek a nappalok, de hogy hát durván másfél hónap, és elkezded érezni, hogy este 8-kor már hűvös van. Na mindegy. Ördögűző tréninget indít a Vatikán, gyerekek. Végre. Hát erről azért muszáj beszélni. Egy kicsit. Papokat oktatnak ördögűzésre. Mert hogy az okkultizmus felerősödött. Aha. Tehát jöttek az amatőrök, és ugye elkezdtek ördögöt űzni, és ja. Erre azt mondta a Szent Atya, hogy akkor csináljuk viszont rendesen. Na most ebből most elég. Bizony, ördögűző tréning. És elmondták... Mindenkinek van lóvia belőle, csak nekünk nincs. Igen, elmondták, hogy a démonok és a gonosz szelleme kihajtása nem egyszerű. Nem. Személyekből, helyekről vagy dolgokból is ki lehet hajtani, amelyeket megfertőzött a rossz indulat. És állítólag májusban Ferenc pápáról is előkerült egy videó, amint ördögöt űz a Szent Péter téren. Ja, azt hittem, hogy Viktor hánykolodik az ágyában, és visszafelé beszél. Igen. És belőle üztek. Arámiai nyelven, és egyébként meg forog a izén a plafonon, és lehány valakit. Azt mondják, hogy azért kell a hivatalos képzés, mert hogy egyre több az önjelölt ördögűző. Uh-huh. És hogy hát, hogy betiltott praktikákat alkalmaznak, ráadásul rosszul, és ezért inkább ők hivatalosan megtanítják az ördögűzést. Tanfolyam van, tök jó. Tehát nem az, nem... De várj, a betiltott technika az mit jelent? Hogy nagyon biztosan mennek, és átütnek a szívüken egy karót? Ja, aztán levágják a fejüket. Senki nem éli túl az ördögűzést, igen. Rosszul csinálják. Mondjad? Hogy ez nagyon jó, mert akkor ezek tanfolyam, nem tudom, OK és képzés is lehet, hogy van a végére. VK de nem kell, tehát hogy nem kell Vatika. Neked papnak lenni. VK. Nem, hát ezt elsősorban papoknak indítják. Tehát hogy azért ez nem úgy, hogy te becsöngetsz ott a valahol ott a Vatikán környékén, hogy jöttél ördögűzésre. Pont erre jártunk a BK-val, szeretjük Atyán. Olaszországot, ez a temperamentum, a mi temperamentumunk, ez a mediterrán feeling, igen. Isteni paszta volt is. Így van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mit tudom, jönnek a francia katolikusok, vagy a spanyol katolikusok, becsöngetnek, és azt mondják, hogy jöttünk ide a tanfolyamra. Beülnek a spanyol katolikus papok, és megtanítják őket ördögöt űzni. Nagyon jó. Na most ehhez viszont kell egy áldozat. Mindig van egy áldozat, akit éppen megszállt az ördög? Vagy hogy mész át ott a vizsgán? Hát csak nem bármilyen csinálják. Na hát van elmélet, meg gyakorlat. Tehát ugye az elméleti részt azt leadják, és utána igen. Lehet, hogy hozott anyagból dolgozol. Vagy úgy van, mint a fodrász vizsgál, hogy mindenkinek hozni kell magával egy embert. Aki, egy megszállottat? Egy megszállottat. Hát, hogy mi van, ha több a vizsgázó, mint akit megszállt az ördög, érted? Hát hogy tudod bebizonyítani, hogy te elsajátítottad a tanfolyamot? Szerintem először van egy elméleti oktatás. Az elméleti oktatás a végén van egy olyan rész, amit tudom én az ilyen kismama tanfolyamokon is van, hogy behoznak egy ilyen műbabát. És akkor van egy ilyen mű, és akkor mit tudom, megnyomnak egy gombot, távirányító, igen, elkezd beszélni, ugye, hogy hívják, arámiai nyelven visszafelé, és akkor forog a feje, meg hasonló csúnya dolgokat csinál, akkor ez így megvan. Művért köp a falra, így van, forgatja a szemeit. És utána pedig elmennek igazi gyakorlatra. Igazi gyakorlatra találnak valakit? Igazi gyakorlatra, így van. Akit megszállt az ördög? Eleinte gondolom csak így ilyen alacsonyabb szintűeket, tehát itt tudom én például ilyen Vatikán környéki kocsmákban mennek le, és onnan próbálják meg kiűzni az ördögöt.
nyilván találnak egy-két lányt is, akit szerintük megszállt már az ördög némelyik utcasarkon, és akkor utána van a nagy vizsga, amikor egy igaziból kell kiűzniük. De honnan tudod, hogy igazi például benne az ördög, hogy nem csak játsza azt, hogy őt megszállta? Hát biztos van erre egy, hogy hívják egy... Hogy az ördögűző tanfolyam része, tanúsítvány. De hogy az ördögűző tanfolyam része az, hogy te megtud, hogy az igazán az ördög. Honnan tudod, hogy ugye nem játszik az áldozat, hanem ott az igazi ördög van. Hát ez nem egy tudom, egyszerű ugye? Dolog. De nagyon elmennék egy ilyenre, amikor tényleg vatikáni papok csinálják az ördögűzést. Egyetem mi szállja meg akkor? De csak megfigyelőként? Ne, hát nyilván... Én, bocsánat, én csak itt a sorokba áldogálok, majd itt elnézelődök, csinálják csak nyugodtan. Hát csak hogy hadd üljek oda a sorokba. Egyetem mi szállja meg? De mi van benne? Hova megy? Tehát van egy csomó kérdés egyébként ezzel kapcsolatban. Mi van benne, akiben az benne van? Hát az ördög. De mi az ördög akkor? Uh-huh. A gonosz? Mi a gonosz? Aha. Tehát érted? Most ha megpróbáljuk ezt teljesen hétköznapi nyelvre lefordítani. Oké, maga az ördögüzés kicsit fura, de vatikáni papok azért nem hülyék, meg a Vatikánban is van egy-két okos ember. Tehát ők megcsinálják ezt az ördögűzést, és valakit megszáll az ördög, és ezt kiűzik, és ezután a jobban lesz, mi van benne? Aha. A nővérének, a feleségének és az anyósának az eszenciája. Igen, de azért ez érdekes? Az. Hova megy, amit kiűznek belőle? Valaki ás, átmegy, nem? Valaki beátmegy? Igen. Mi megy ki belőle? Mi van benne? Mi az? Állatba is átmehet? Tehát hoznunk kell egy kecskét az ördögűzéshez? Mondjuk, vagy egy tyúkot? Hát, egyébként tényleg jó a felvetés, lehet, hogy akkor ott valami másba átmegy, ami ott van bent a szobában, vagy az épületben. Vagy akkor tehát abban a pillanatban elkezd beszélni megint értető módon, előtte csak mondja ezt, tényleg a fordított arányai. Istenem, visszatértem! És valaki meg a pap mellett, átmegy Giuseppe atyába. A múltkor is őt szívtam. Igen. Tehát vannak ilyen szivacs jellegű emberek, akik ezeket felszívják. Visznek meg, amit nagyon egy cserepes virágot, vagy de hát bármiben átmehet, mert egyébként, amikor felolvastad, nekem megütött a fülemet az a rész, hogy dolgokba. Tehát, hogy nem csak élő személyekbe mehet át, hanem dolgokba is. Vagy olyan csúnya élő személyekbe, akiket már dolgoknak nevezünk, és nem élő személy. Tehát, hogy ha dolgokba átmehet, akkor átmehet tárgyakba is. Vagy hogyha várjál, hogyha van egy személy, aki mondjuk feláldozza magát erre, hogy ő a befogadó, akkor ő többször is fogadhat be ördögöt? Érted? Tehát akkor van egy olyan pasi, aki főállású? Egy főállású ördög befogadó, akit mindig visznek magukkal az összes ördögűzés, és mindig belemegyek. Akinek van egy kis saját cellája, nagyon fáradtan ott cigizik, meg konyakozik, és várja az aznapi jelenését. Már megvan a meló. Van egy főállású megszállott? Ezt nem tudom, hogy ez hogy van. Na, azt sem tudom, hogy ezt a pápának például hogy kell megtanulnia, vagy minden pápa tudott ördögöt űzni, tehát Benedek is, Ferenc is, második János Pál is, mindenki, ez neki kötelező. Hát alapfokon biztos. Szerintem azzal mindegyiknek tisztába kell lenni, az alapfokkal. Aztán nyilván itt is vannak különbözők, aki mondjuk ebbe az irányba szakosodik, érted, aki ebből államvizsgázik, az nyilván profi. Aki a pápába, az meg pápa lesz. Abból meg pápa lesz. Hát attól függ, hogy milyen irányba mennek el. Szerintem egyébként tök jó szintér lehet számukra, hogyha megszállottakat akarnak találni, például a norvég black metal szintér. Ott gyakorlatilag mindenkit megszállt a sátán, onnan bármikor jöhet valaki. Hát igen, mert ugye van a Ferike féle ördögűzés, ugye, az exercise book, azt ugye meghallgattuk, az egy BMX-ért zajlott. Az egy BMX-ért. De aztán lehet, hogy itt is egy BMX a tét. Egyetem mi alapján választ az ördög? Magyarországon szállt már meg valakit ördög? Nyitottság alapján. Tehát ha én nyitott vagyok, akkor engem megszállhat? Így és van. Akkor én normálisan beszélek, de egyszer csak átváltozom, és akkor jön egy pap és kiűzi belőlem? Nem, most ha fölírod a fej homlokodon, hogy 666, akkor belemegy? Nem, én ezt próbáltam. Ugye, én nagyon sokan dologra nyitott vagyok, ami alapján elfog, vagy elkárhozhatnék, de még nem szállt meg az ördög. Vagy nem tudod. Csak néhány gondolat erejéig, de aztán hazaértem. Nagyon elmennék egy ilyenre megnézni. Hát igen, meg hogy egy hivatalos ember mondja, hogy ők ezt hova sorolják. Oké, persze azt mondják, hogy a gonosz. Ugye, meg hogy a sátán, meg az ördög jön, és akkor az ott szépen úgy beléd megy, de mégis tulajdonképpen milyen entitás ez? Hova megy? Mi történik vele? Honnan jött? Mit csinál? Végig ott van benne, vagy csak amikor így fölcsapja a szemét és üvöltözik? Mert akkor, ha mondjuk ez egy betegség, vagy valami. És akkor mi óarámi nyelven kell egyébként az ördögűzőnek beszélni, mert azt érti az ördög? Vagy olaszul beszélnek? Vagy nem, angolul ördög, beszélnek? Az ördög mindent ér, nem, latinul. Vagy latinul beszélnek? Vagy óarámi nyelven? Az a kereszténység nyelve, és akkor gondolom, hogy úgy tolják. Az ördög mindent ért egyébként.
És mi kell hozzá? Van egy kereszt, meg van némi kiszentelt víz. Gyertya, kereszt, gyertya. Szentelt víz, ez a három, ez tuti, hogy van a szedben. Tehát ez minden utazó ördögűző szedjében benne van. Szerintem megdöbbentő lett. Amikor ott állsz, és egy ilyet végignézel, és ott üvölt valaki, akit lefognak az ágyon, és ott áll egy ember, ilyen papír reverendában fogja a keresztet. És gondold el. És ráadásul ugyanaz az ördög, tehát simán felvetődhet bármelyik ördögöző pakban. Hát ugye ráadásul ugye egy bukott angyalról, a fényhozóról van szó, Luciferről, és hát szerintem simán felvetődhet egy pakban az, hogy figyelj, beszéljünk már normálisan egymással, ezredszerre csináljuk ezt, mindig ugyanaz a vége, megint megszálltál valakit, már elmondtam neked százezerszer, ugyanezt a szöveget visszafelé, odafelé, léci, rövidítsük már le, ma még van két gyógytatások. Volt nekünk az a nagyon jól beszélő vatikáni szakértőnk, igen, tudjátok? Igen. Őt fölhívjuk, mindjárt megkérdezzük, hát tud valamit. Nagyon jól beszél. Az Aurea. És mi van akkor, hogyha ördögűzés közben anyu berohan, érted, hogy jaj, csak a gyógyszereit nem vette be. Jaj, még egy! Mondja majd a pap. Ja, és akkor ő belőle is kiűzi. És a pap fél közben, szerintetek? Nem. Közben csinálja, nem fél, nem? Nem. Hát, aki fél, a ördögűzés közben azt megszállja az ördög. Ráadásul szerintem ezek az ördögűzők azok közül kerülnek ki, azok közül a papok közül, akiknek a legstabilabb a hitük. Tehát, hogy akik semmilyen látvány, semmilyen mondani való, meg semmilyen érzékelés nem térnek ki a hitükből. Én tesztelet, biztos, hogy tovább mennék erre a tanfolyamra. Megcsavarom a melbimbolyát a kérdésedre. Igen, és ha nem üvölt, akkor jó. Akkor ő az. Ördögűző, igen. Itt valami Vatikán szakértőnk? Hello, jó reggelt! Érszegi Márk Aurél, hello! Jó reggelt! Fölkeltettünk? Már föl vagyok. Figyelj, te melyiket, a Márkot vagy az Aurélt használod, már nem emlékszem. Márk. Hello Márk, jó reggelt! Na, itt az ördögűzésről beszélgettünk egy kicsit, és hogy hát te Vatikán szakértő vagy, hogy hogy működik ez, vagy mit tudsz erről? Azért ez egy nagyon érdekes és egyben misztikus téma. Ugye a hír az abból indult, hogy a vatikáni papok ördögűző tréninget indítanak, mármint hogy maga a Vatikán, mert hogy nagyon sok az olyan ember, aki hát rosszul csinálja ezt, és ezért papoknak ördögűző tanfolyamot tart a Vatikán. Hogy kell egy ilyet elképzelni szerinted? Hát szerintem, mint általában az ilyen egyházi, meg katolikus dolgoknál a legjobb a Szentírásból kiindulni. Ugye tele van olyan történetekkel az Új Szövetség, hogy Jézus ördögöt űz, meg azután az ő tanítványai az ő nevében ördögöt űznek. Ugye ez tehát az egyik legősi funkciója az egyháznak. Máshol nincs szó, mint ugyanezt folytatják, tehát tanfolyam persze kell hozzá, meg hivatalos engedély is kell hozzá, mint mindenhez, amit az egyház nevében akar valaki csinálni, ugyanis ez nem vicc, nem babora megy a játék, hanem valóban a világban működő gonosz erői elleni küzdelemről van szó. Hát nyilván igen, ezt mondják, ugye. De nem voltál még ilyenen, gondolom, nem? Tehát egy ilyenre eljutni nyilván, azért az ember Vatikán szakértő, persze nem egyenesen arányos az, hogy ott legyen egy ördögűzésen. Ugye a Vatikán szakértőség az egy szűk szelete ennek az egész nagy egyházi témának. Arról van szó, hogy ez tehát az egyház egyik legősi funkciója. Régen kisebb papnak az egyikét nevezték exorcistának, azaz ördögűzőnek, tehát ez ugyanolyan funkció, amit az egyház bíz valakire, aki éppen felkészült, hát ehhez kell például a tanfolyam esetleg, de a legfontosabb, és ez az, amit mondjuk a Szentírásban is látunk az Úr Jézustól, hogy ehhez nem praktikák kellenek, meg nem egy technika kell, hanem mindenek előtt hit kell, nagyon erős hit. Jézus az, aki megadja az erőt, ugye az egyház hite szerint, ahhoz, hogy a gonosszal szembe felvegye a küzdelmet. Ami nagyon érdekes dolog, hogy annak ellenére, hogy ez egy nagyon régi dolog itt az egyházban, az utóbbi évtizedben valóban, mintha elhanyagolták volna, legalábbis így azt a dolgot, hogy erről beszéljenek. Akár és az hozhatta létre ezt a dolgot, vagy az hozhatta megint elő, hogy egyre több a megszállott? Azt írták itt ezek az ördögűzők egyesülete, hogy a 80-as években jött az ötlet, hogy az ördögűzők Olaszországban egy egyesületbe tömörüljenek. Mert akkor kezdett el terjedni, legalábbis Olaszországban, mindenféle ilyen okkultizmusnak a gyakorlata, tehát a sátánizmus akkor nyert teret, és ezért egyre nagyobb szükség volt rájuk, vagyis így érezték. És ez az egyesület, ez az olasz egyesület lett aztán most
később egy nemzetközi ördögűző egyesületté alakítva, és ez kapott most a Szentszék illetékes hivatalától, a klérus kongregációtól ilyen hivatalos egyesületi bejegyzést. Na, tehát eddig szamizdat voltak, ugye nem volt hivatalos, de akkor most már igazi ördögűzők. Hát ugye ez az intézményesülési folyamatnak az egyik állomása, a jogi kódex előírásai szerint, tehát az ördögűzők nemzetközi egyesülete mostantól a katolikus egyház jogrendjében egy elismert. És oda bárki bekerülhet, vagy csak pap lehet tagja? Hát ezt meg kell nézni az egyesületnek az alapszabályát, de jellemzően ugye az ördögűző az egy egyházi funkció. Egyéni vállalkozóként azért izgalmas lenne. Hát mi az egy eszély számot, ha tudnál mi? Hogy zajlik egy ilyen ördögűzés? Igen, jogos a kérdés egyébként, mert hogy mint amikor a főorvosul, a doktoranduszok végigmennek a nagy viziten, itt is van ilyen, hogy akkor az ördögűző mellé beállnak a sarokba egy páran a kis papok, és akkor végignéznek egy ilyet. Gondolom hasonló, mint a filmekben egyébként. Aha, nem? Videókat néznek. Nagyjából úgy történik, mint a filmben. Hát minden bizonnyal vannak látványos elemei is, meg vannak kevésbé látványos elemei, amennyit erről a szakirodalomban lehetett így olvasni, hogy történetekről, az változatos. Annyi biztos, hogy van ennek egy elfogadott rítusa, tehát szertartás könyve, ugyanúgy, mint minden más szertartásnak a házon belül, éppen azért, mert ez egy hivatalos funkció, tehát ez nem egy olyan csináld magad dolog. Persze a lényege alapvetően az imádság és az Úr erejének a segítségül hívása, mert végül is ez az, amitől... Jó, hát ezt konkrétan úgyse fogjuk tudni. Igen, persze. Hát reméljük, hogy nem... Csak nem leszel pap, és nem járod végig. Én azt gondolom, hogy... vagy nem hívtok hozzám. Még először hívnék a Karda Beátához, és utána magamhoz azért. És a beúsegnék. Vannak néhányan, akik ez előbb hívnék, mint magamhoz, de előbb-utóbb én sorra kerülnék. Jól van, köszönjük szépen, Márk, hogy ezeket elmondtad nekünk. Nagyon köszönjük. Ciao, hello. Érzegi Márk, a Vatikán szakértővel beszéltünk. Igen, hát ezen ott kell lenni szerintem, hogy az ember tudja, hogy filmből lehet, meg elolvashatja, hogy zajlik, de hát ha itt nincs gyakorlati tapasztalat, akkor azért erről nehéz. Szerintem nagyon sok film. Többet tudod, mint amennyit elmondtam. Biztos, hogy többet tudod? Igen. Ő a szervezett tagja. Csak nem fizettük be a tanfolyam díját is. Hát itt írja valaki, arra emlékszem, igen, amikor ugye mi csináltuk a Voda reklámot, akkor utána megfejtették, igen. Benned vagy a sátán vagyok, és az ördög vagyok, és ott volt a jel. Nekem is akkor nyílt fel a szemem. És van a YouTube-on egy nagyon hosszú összeállítás arról, hogy maga ugye ez a telefonos cég, és én mi összejátszottunk, és hogy tulajdonképpen ahogy én tartom a telefont, én vagyok az ördög, én vagyok a sátán, és azért van az a jel, meg azért van piros palástom, meg azért nézek úgy ki, meg szerepelek abban a reklámban, mert én vagyok a sátán, és az és ördög. És azt imádták, azt a jelet. És ezt rengetegen megkérdezik, ez így igaz-e? Szerencsétlen ágyhoz kötött. Valószínűleg egy ágyhoz kötött lehetett az, aki készítette a videót, vagyis, mert én el nem tudom képzelni, hogy egyébként valaki erre időt meg energiát szentelje. Annyi szép dolog van a világban, és valaki leült, és ezt így összevarta. De zseniális az anyag. Zseniális. Tehát, hogy a Vodafone-nak miért az a logója, és miért piros, és egyébként a sátán, és a Lucifer, és ahogy én ott tartom a fényképezőgépet, pont a harmadik szememnél villan, és azt nézd meg, hogy zseniális ez a videó. Én minden geggelésnél ott voltam, és nem emlékszem rá, hogy valaki irányított volna minket. Téged is. Volt egy másik megbeszélés, ott nem voltál. Ja, tényleg. De nem is az volt, hogy téged ott megszállt. Ja, katakombákba, igen. Nem az volt, hogy ott megszállt az ördög, hanem te magad vagy. Igen. Igen, és egy fél órás nagy összeállítás van erről a YouTube-on, hogy miért én vagyok a sátán. És ehhez ez a szolgáltató egyébként egyfajta eszköz, hogy mi ketten majd legyaluljuk a világot. Ja, ezt azért csinálták az egész telefontársaságot, hogy neked... De onnan, hogy a Vodának miért ez a jele, és az honnan jön, és a Ku Klux Klánból eredeztetik azt, hogy a Vodának most ez a jele, és hogy én ebben hogy kapcsolódok bele, és hogy mi ketten tönkretesszük. Szóval te ezért, én pénzért. Tönkretesszük majd a világot. De jó lenne, ha valaki betelefonálna, vagy nyilván papok minket kevésbé hallgatnak, aki csinált már ilyen igazi ördögűzést, és ott volt. De most nem az exercise bookra gondolok, hanem amikor tényleg igazi ördögűzés volt, de hát erre nyilván kevés az esély, hogy egy pap betelefonáljon. Nem? Papok hallgatnak minket? Persze. Szerintem biztos, igen. Igen, papnak lehet egy vidám reggeli műsort hallgatni? Miért ne lehet? 6-os meg 8-as mise között úgy is ráérsz. De elsősorban a reformátusoknak. Mert hogy ők azért, mit tudom, egy nyitottabbak így. Talán. Igen. Na jó. Hát, ha Magyarországon tartanak ilyet, akkor ha valaki elmegy, jelentkezzen már. Jó? Balázs, sosem műztél ördögöt? Nem volt ilyen műsorból, kiraktad a Nórit. De a legnagyobb ördögűző Nárási Pali.
Nálási Pali a magyar ördögűzés király. Egyébként igen. Fél nyolc után pontosan 4 perce jönnek a hírek után itt vagyunk mi. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3.48 pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. M1-e 142-es kilométer Lébényi lehajtónál van egy trafi Hegyeshalom felé. Tamás küldte nekünk, defektes mikrobusz az M5-ös 58-as kilométerénél Szeged felé, ezt pedig Ede küldtem. Az ördögűzés veszélyes dolog, akárki nem is végezheti, komoly vizsgálaton vesznek részt azok, akik csinálhatják. A sátának komoly tudása van rólunk, én majdnem voltam ördögűzésen, és ismerek ördögűzőt. Tiszi egy volt katolikus kispap, teológus. Dobd a számát az ördögűzőnek, kérlek. Uh-huh. Igen, ha szívesen. Ha ismeri ilyet. Szívesen beszélünk. Én most megnéztem a YouTube-on különböző videókat, ahol ördögöt űznek, hát dermesztő. Dermesztő. Tehát ő önmagából kifordult, egyén felakadt szemekkel, hörög, úgy, hogy azt eljátszani nem tudja, és ott áll egy ember Bibliával, meg keresztel a kezében, és mindenféle dolgokat mond, miközben hárman próbálják lefogni úgy azt a 40 kilós nőt, akit egyébként nem tudnak lefogni. És milyen nyelven beszél a nő? Azt nem tudom, mert csak hörög, meg fennakad a szeme. De honnan van ilyen fizikai ereje egy nőnek, hogy hárman nem tudják lefogni? És néha teljesen normális, változik, aztán újra előtör belőle. Kemény. Jó casting volt. Nem hisztek benne? Hát ebben nem. Amit én láttam itt pont az előbb, tehát ott ugye mikrofonnal üszűzik. Ott az amerikai tévéműsorban csinálják, igen. Aha, és mindig... De van, ami, van, ahol egy fiú száll meg, az egy 8 éves kisfiú úgy rángatózik, hogy habzik a szája konkrétan. Csak itt pedig a hölgy, akiből űzik az ördögöt, mindig megvárja, hogy oda tartsa hozzá az ördögűző bácsi a mikrofonját. Tudod, csak akkor válaszol. Mert intelligens az ördög. Ennyi. Nem úgy van, hogy csak felelőtlenül kiabálunk. A hölgy Lucilia Santos egyébként. Igen. Tényleg. Na, mindegy, megdöbbentő azért. Székesfehérvár déli közt 8-10 perces késések vannak, a pénteki 150 perchez képest ez más mafu. Dézsuzsi küldjenek. Ja, nem a Dél Smiley, a hülye vagyok. Dézsuzsi. Baj. Dézsuzsi. Kettős pont Dézsuzsi. Kettős pont Dézsuzsi, igen. Kettős pont vonal Dézsuzsi. Írja neki. Gyerekek, hát nézzük a jó oldalát. A pénteken volt 150 perc késés, ahhoz képest egy 8-10 perc. Hát egészen pontosan már. 8-10 perces késés, ez nem is számít késésnek magyar viszonylag. Még néhány értelmes már előbb írod. Igen. Nézzek, hogy lefaragták a 150 percet, 8-10 percet két év alatt. Hát, zsond meg meg, hát most lehetne az még mindig fél óra, úgyhogy ahhoz képest ez egészen jó, fejlődik a MÁV. Lassan, meg nem vissza, már ez is nagy eredmény. 8-10 perces késés van csak. Trafi az M1-esen a 16-os kilométer kőnél Mosó-Magyaróvár felé, figyelje mindenki. Nyíregyháza felé, kis teher az oldalára, dőlve hever a külső sávban, most történt, ezt bezikülte nekünk, ez az M3-as 81-es kilométerénél van. Köszönjük szépen, mi pedig bár is játszunk a játékosunkkal. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Barbie! Sziasztok! Barbie, honnan hívsz minket? Én Zala-megyéből, Bagon. Honnan? Bagod. Bagod. Zalaegerszegtől egy olyan 5 kilométerre van ez. De jó. De már ahogy hallom, a munkahelyedem. Igen, igen. Dolgozunk a lányokkal, és nagyon izgulunk. De minden reggel titeket hallgatunk, és megy a verseny, hogy kitalálja ki az Óven bácsit. Tényleg? De jó. Figyelj, kicsit arrébb jössz a rádiótól? Persze, megyek. Na, így már sokkal jobb. Már sokkal jobb. Volt már benned valaha ördög? Nem. Nem, jó, megnyugodtam. Nem, de átkot már vettek le rólam. Ajaj. Louis Padre, vagy ki volt? Nem. Itt a faluban egy néni, aki úgy gondolta, hogy van rajtam, és ő azt mondta, hogy ezt szívesen le is veszi. És ki tette rád? Kiderült? Azt nem. Szívességből, vagy adott áfásszámlád? Nem, ez szívesség volt. És azóta jobb egyébként? Hát... Most ha nagyon őszinte vagyok, nem veszem észre, hogy nagy különbség lenne előtte és utána. Aha. Kértél te pénzt a néni? Nem. Csak hogy sétáltál a falba, és aranyom, jöjjön, ha van magára egy kis átok, leveszem? Olyan sápat mostanában. Nem tettek magára egy kis átkodat? Nem. Én elmentem hozzá, más ügyből kifolyólag mentem, és...
és akkor ő ehhez is ért. De a másúgy az mi volt? Tojást vettél? Vagy tehát, tehát milyen típusú másújból beöntél? Egy kis szép volt a tojás, egy kis házi méz. Nem. Volt friss cserkó. Mivel sokat vásárolt ajándékba még egy átoklevétel. Levettem az átkot, aranyom, mert olyan kis helyes maga, ha én nem mosolyok többet, leveszem azt az átkot. Ha még a hátsó kertet is felássa, még az átkot is leveszem magára. Nem, nekem voltak ilyen bőr problémáim, és hogy arra ő elvileg tudott, hát hogy elbeszélgettem vele róla, hogy erre tud egy megoldást, és hát nagyon belemélyeztünk a témába, és akkor mondta, hogy azért megnézné ő azt is, hogy van-e rajtam valami, és akkor látta, hogy van. Nem tudta megmondani ki az, de időben az így nagyjából be tudta tájolni. Aha. Hát én meg elhittem neki, úgyhogy... Na jó, de ha azóta jobban vagy, hát akkor valami csak jó. Nem, hát kicsit jobb. Aha. Igen. Majd én intézem, mondta a néni, aztán megvárta a kocsma előtt az illetőt, és a háromlábú botjával megkínálta. Hagyom, verte. Figyelj, hát egy placebo átoklevétel az legalább annyi, mint ha Padre-nél kifizet 10 000-et, mert ugyanaz. Hát szerintem is, igen. Ugyanaz történik. Jól van, oké, na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj, Barbie. Előtte még gyorsan, milyen cég, amit csinálsz, vagy ahol dolgozol? Mi egy elektronikai cég vagyunk, panelokat rakunk össze, forrasztunk. Forrasztasz tényleg? Igen. Szép női szakma, ugye? Viszont nekik odafér a kezük mindenhova. Igen. Ezért szerettek a csajokkal dolgoztatni. Igen, hogy ezt mondani, hogy ez finom női kezek kellene. Igen. Jól van, figyelj, mutatjuk, mit csinálnak, jó? Jó. Éjszakai szafari. Hú, de valami nagyon durváján vannak. Esik az eső, fúj a szél, valaki ott hörög. Ez nem szél, egy szimpatikus hely, ahol most ők vannak. De szerintem a Városliget egy szép. Simán lehet, hogy az állat kell. Na figyelj! Egy rövid részletet fogsz hallani abból, amit énekelnek, figyelj! Hát ez tényleg jó rövid volt. Ez nagyon rövid volt. Még egyszer meghallgathatom? Persze, figyelj! Iszonyat nagy sláger, nem akkor, amit vézolik a Balatonja, de majdnem. Kicsit régebbi is. Hát nem tudom. Megkérdezem a csajokat, csajok! Semmi? Hát nem, nem tudom. Nem. Még egyszer esetleg meg lesz meghallgatható. Persze, figyelj! Na. Az a... Nem így, rossz nyomom vagy, ha így akarod folytatni, de... Jó, mutatok egy hosszabb részt. Várjátok, ezt kimondta, te mondtad. Na, mit mondott? Na, ott valaki... Egy jó kis Beatles volt, így van. Ez pedig azt jelenti, hogy megvan az ajándékcsomag, Barbie. Jó, de gratulálunk! Nem akartam a bögrét kivetetni, mert én nagyon szeretem a bögréket, nagyon sok van otthon, és ez nagyon hiányzott a késletből. Már milyen bögréd vannak? Mi az, hogy sok van otthon? Hát mindenféle fajta. Akár hova megyek, valahol mindig beszerzek egy kis bögrét. Aha, tehát ilyen bögregyűjtő vagy? Hát nem, kimondottam bögregyűjtő, de nagyon szeretem őket. És ez tényleg annyira hiányzott az albumból, jaj, de jó! Na jó van, örülünk, akkor így örülsz. Nem vettük ki, igen, az utolsó pillanatban már épp akartam nektek felajánlani, hogy mutassuk igen, utolsó részletet. Igen, futottak ki a csajok. A bögrén kívül szerintem megajándékozom őket mindenne. Jó van, Barbie. Ügyesek vagytok, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Gyerekkoromban láttam ezt a filmet, az Azonos című filmet, az Egy nehéz nap éjszakáját, és nem hittem el, hogy emberekért így tudnak rajongani, mint abban a filmben a Beatles-ről. Aztán voltam egy kasszatívi koncert. De az már évekkel később volt. De nagyon jó kis film, nagyon hangulatos. Igen, én még színházban láttam, de hogy mit kerestem ezen a színház előadáson, nem tudom. De így nézegeted nagyon jegyedet. De hallod? Most ki volt a John Lennon? Mi? Azt tudom, hogy a Mikó játszott benne. Ez a mind halálig Beatles. Igen.
Hogy kerültem oda? Hát én sem tudom. Hogy az Istenbe kerültem egy ilyen előadásra? Mint haláli Beatles, a Mikóval. Ültem ott, nem voltam több 13 évesnél. Hát mert a szüleim járattak színházba. Nem kérdezték meg, hogy nem elmentem. Nem tudom már. Az egér hangú bácsi a tévéből, anya. Nézd! Ő az Mici Mackó. Na jó, 5 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 8 perce. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Akkor fogom. 8 óra múlt 8 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ott húzol egyet rajta zsülköz. Itt vagyunk, hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello, drága hallgatók. Jó kis Offsprings. Így van, egy kis Pretty Fly. Ez jó? De ez bizony jó. Ettől mindenki felébred. Nagyon rendben van. Hát az Offspring az egy iszonyatos slágergyáros zenekar. Tehát, hogy érdemes csak megnézni ennek a számnak a videoklipjét a legnépszerűbb videó megosztó portálon. 30 millió ember az ritkán téved. É, hát igen. Rájöttem, hogy az idegesítő reklám a jó reklám, gyerekek. Nem. De. Ne, de basszus, nem. De. De nem. De. Megjegyzed. De megjegyzed. Akkor a Norbi reklámjai a legjobbak. De tudod mi van? Elmondom, hogy tessék. Akkor a Norbi reklámjai a legjobbak, mert nála idegesítőben nincsen. De nem csak rá gondolok egyébként, ebből a szempontból egy marketing zseni, de nem erre gondolok. Most hallgattam itt félfülrel, miközben épp az Alföldinek olvastam egy interjúját, hogy az a jó reklám, amin fölhúzod magad. Tudod miért? Mert elfelejtett, hogy fölhúztad magad, és egy hét múlva már, ha meglátod a terméket, már csak az jut eszedbe. Adjanak abból a tetves mosóporból! És bemész és veszel. De, pont, hogy de nem, mert elfelejtett, csak beég maga a termék, de elfelejted azt, hogy ezen te felhúztad magad, viszont maga a termék neked bevillan, és az villan be, hogy valamikor ezt te már láttad, hallottad, de egy-két hét múlva már nem kötöd össze magad, hogy ezen te felhúztad magad, csak ott van és ismerősé válik a termék. Hát én a cuffanó svánkot érted, vagy nem tudom, én összekötöm. Nem, most van egy... Én összekötöm. Figyelj, most van egy klímareklám. Tökéletes. Két hét múlva már nem fog eszedbe jutni, hogy... Vedd le a macidról a bundát. Igen, mi? Akkor vedd le a bugyidat, kislányom, hanem hogy... Hát igen. Tehát tényleg a 6 éves kislány mondja meg a 40 éves finoman autista apukának, hogy jó, klímát be lehet szerelni. De hogy tulajdonképpen jó. Véhülye a klíma. De jó. Tehát, hogy ez a lényege. Hogy az öreg, aki azt hitte, hogy még mindig a vizes lepedővel hűtünk, ha meleg van, a 8 éves kislány elmondta, hogy akkor tessék klímát venni, apa, mert izzad a maci. Érted? De ne, és megdicséri, hogy de okos vagy kislányom, okosabb vagy, mint a hülye apád, aki erre nem gondol. De jó megoldás. Szerintem pont benned marad az is, hogy valami ellenérzésed van vele szemben. De nem. Hát lehet, persze, nem, szerintem jó. A sok száz között egy olyan, ami idegesít, és az beég. Nem? Mondjuk az ellenkezője az például igaz tud lenni, hogy én nem feltétlenül veszek meg egy olyan terméket, aminek szórakoztató a reklámja. Igen, de 3 hét múlva, ha te például a klímát nézel, és ott beugrik ennek a klímának a neve, nem biztos, hogy beugrik, hogy te ezen 3 héttel ezelőtt fölidegesítetted magad egy reggeli műsorban, vagy nem. Klímából van maguknak. Csak az jut eszedbe, hogy klíma, ez egy ismerős már. Ez jó lehet, ezt hallottam valahol, basszus, ezt hallottam valahol, és a tudatalattit feldobja magát a nevet, de már nem, tehát azért nem, és ha jó árat ad, akkor nem fogod azt mondani, hogy ez egy hülye reklám, idegesített vagy nem idegesített, de most mindegy, nem is klíma, autó, tök mindegy, valamilyen termék, csak beugrik, hogy ott van. Akkor ez biztos jobb, mint a többi, hiszen ezt már valahol hallottam. És rámész, és rákeresel. Nem? Hát nem tudom, szerintem annyira mélyen gyökeredzik a dolog már ez, hogy elkezded gyűlölni a dolgot, hogyha hallod is, nem tud levetkőzni.
Hát benne hetekig hallasz egy reklámot, vagy látod a tévében, utána azt mondod, hogy nem, nem hámozzuk meg a macit. Igen. Na mindegy, de ne, érdekes, ezeket hallgattam így félfüllel. Na, nézzük gyorsan, mi a helyzet az utakon. Van egy nagyon nagy baleset az M2-es Gödi lehajtójánál, és egészen Dunakeszig torlódik már a sor, ezt többen elküldték nekünk, Johnny 76 is. Gödi lehajtó baleset, hatalmas dugó, úgyhogy ott mindenki figyeljen. M7-es tárnok közelében Budapest felé baleset van, ott is dugulás van. Trafi Nagymányok belterületén üzente nekünk Bazsi, és a határ Ártánál befelé nagyon rossz, kb. 2 óra minimum, ez Tipcsi üzente nekünk. Aztán van még trafi az M1-es 16-os kilométer körül Mosó-Magyaróvár felé, M7-es 23-as kilométer baleset, M3-as 80-as körül Miskolc irányába szintén baleset, kékszínű személyautó az oldalára borulva. Ezt Kona küldte nekünk, köszönjük szépen. Margit hídlábánál 2 autó ütközött, torlódás, alakul mindkét irányból a dugó. Hát gyerekek, és Szentlőrinc után Pécs felé motoros és vadisznó találkozott, csúnya a baleset már helyszínelnek, ez pedig bandita küldenek. A motorral egy ilyen... Az nem annyira szerencsés, igen. Anyud írt, hogy miért vitek el a mi találik Bitlisre? Nem. Gondolom, nem rossz voltam egész évben. És ezt kaptad. Itt a karácsony, Balázs. De gondolom, az volt, hogy a szüleim szerették, ők elmentek, tudod, és ez a Balázs, ezt nem, de igen. És akkor mentem. Tehát, hogy tehát nagyjából ez így, ez 10 évesen a mint halálig Beatles, hát van, ami jobb szerintem. De így emlékezetesítetted a panaszkodásoddal a dolgot? Nem lögdösted melletted lövölt? Anyukádat, hogy anyu, anyu, mikor megyünk már haza, mikor megyünk már haza, és nem, a művészor leszólt a színpad, jó, menjetek már haza, ki a francot érdeke. Hát figyelj nekem, a szüleim sokat jártak színházba, én annyi darabon ültem, de ott ülsz 12 évesen a diótörőn, hát nem borzolsz. Ja. Nem borzolsz bele az izgalomba. Hát. Azt minden egyes nagyszülő és szülő azt mondja, hogy ezt minden gyereknek látni kell. De egyik gyerek nem se akarja. Én szerintem nem kell. És én szerintem ráadásul valami balettbe láttam. Na, igen, azt se tudom, hogy hát az a diótörő persze. Hát az egy, az, hát de jobban az szerettem volna a diafilmben. Tessék? Diafilmben jobban szerettem volna otthon. És karácsony előtt cipelték el az összes gyereket. Igen, igen. Amit nem akarsz gyerekként látni, az a diótörő balett előadása. Tehát, hogy egész egyszerűen nem akarod látni. Se nem szórakoztat, se nem jó, se nem érted, hogy miről szól. Bácsik feszes csomaggal. És azt mondta, ez egy szörnyű világ, ebben te nem akarsz élni. Istenem, miért mindenki ilyen furán közlekedik, itt a lábujjain ugrál. Igen, tehát ez egy olyan világ, amiben te nem akarsz élni. A lányok olyan szoknyát viselnek, aminek nincs értelme, hiszen minden látszik. Nem tudom, miért érzik szülők azt, hogy el kell vinni a gyereket néhány olyan helyre, ami nem maradhat ki az ő gyerekkorából. És ők utána ettől boldogok lesznek, te pedig ott állsz frusztráltan, mert nem beszélik meg veled este, hogy mi volt ez, amit láttál a színházban. És úgy fekszel le, hogy kis emberek kisgatyában, meg ilyen mindenféle ilyen kis mini szoknyában, ott ugrabugrát a nem spiccelve hülyén, és úgy fekszel, hogy nem akarsz egy ilyen világban. Nem akarok több piruettet. Nem. És a szülők ugye azzal a boldog megnyugvással hajtják álomra a fejüket, hogy jól van, a gyermek ezt is lát. Kell. Túrát adtunk el. Te pedig egyszerűen nem érted, hogy az, nem érted, hogy mi volt. Számomra egyébként tök ijesztő volt, megmondom őszintén, amikor azt láttam, hogy a bácsiknak előbb fordul meg a fejük, mint a testük. Tudod, ott is. Oltára tett a kezét, és mindig megfordult a fej, és utána a teste. Fej, test, fej, test. És iszonyú ilyen víziószerű volt az egész. Nekem nem jött be. Meg ilyen katonák is voltak benne, akiknek így mozgott a szájuk, mint a South Parkban, a kanadaiaknak. Így fölle. Tehát te most komolyan. Hát, hogy ezek ugye ezek a fadiótöröket mintázták. Igen. És ilyen díszletként, vagy ilyen háttérként, vagy mit tudom, ilyen kisöröket, benn voltak ilyenek is. Iszonyú ijesztő volt. Tehát nekem egyáltalán nem jött be. És akkor még jobb, ha olyan nagymama van, aki kis előadást tud tartani. Tudod, az épületről magáról. Ja, igen. Aztán jövünk, beljebb megyünk, akkor figyelj, fiam, a darabra majd nagyon, mert ott a 17. percben... De nem maga a színház, az nagyon jó. Tehát, hogy üld, végig tanulj meg viselkedni. A bárszínház az önmagában például tök jó volt, azt például szerettem. Mondjuk azt nekem 12 évesen már egy erős visszalépés lett volna, a diótörő meg még túl sok volt. Ja, 24 évesen ment. És akkor részte meg a Vitéz László. Igen, sajtból van a Hold címük is. Nagyon remek kis bázis, és mindenki áramolyas volt körülötted, és nem érted. De hány olyan hely van, ahova az embert elviszik, gyerekként pedig nem kellene, nem? Hát a múzeumok nagy többsége ilyen. Tehát a ásványkiállításra menni 6 évesen szerintem erős. De hogy bennünk is van egy ilyen késztetés, hogy vinni a Benit ilyen helyekre, és nem akarom... Anyám, mi az a pleisztocén? Igen, ugyanazt elkövetni nem akarod. De hogy a szülő azt érzi, hogy ettől fejlődik a gyerek. Ásványkiállításon voltál 6 évesen? 6 évesen. És? 6 évesen semmit, és látszott ilyen kavicsokat, és akkor az jut eszembe, ki kéne venni, és el kéne dobálni őket, mert egy 6 éves mit szeret kavicsot dobálni?
kiabálni, nem nézni. Meg ugye az első kettő így vicces, meg úgy érdekes, meg mit tudom én, hogy meglátod, hogy ott van valamilyen réz, és akkor hú, az olyan, mint harany lenne, de amikor a 3000. ásványt látod, a 3000. tárlóban. Én 10 évesen édesapámtól hosszú-hosszú hónapokon keresztül hallgattam, hogyha jól viselkedek, figyeld. Akkor elviszlek a bányászati szakját. Majdnem. Az még izgalmas, az jó. Ha jól viselkedek, és rendben lesz minden, és úgy fogok tanulni, és a bizonyítványt tudod, és vártam, hogy BMX, vagy bármi, és ha nem lesz 3-as a bizonyítványba, akkor elvisz, de csak ha elvisz, és ha nincs baj a magatartásommal, egy Vasarely kiállítás. De jó. Hát mondom, akkor belehúzok. Akkor megbukok mindenből. Bakker. És arra emlékszem, hogy valami jól kellett, hogy sikerüljön, mert végül is ott álltunk. Uh-huh. A bátyámmal. És a szülők, tudod, ilyen szájtátok. Nézzük, álltunk, nézzük. Még egy saktábla, nézd még már, egy Tamás, elszúrt saktábla. Harapja a zebra, a másik zebra, nézd már meg, mennyi. Emlékszem, hogy az volt a legizgalmasabb, mikor ő elbújt a ruhatárba, és én nem találtam a képeknél, és bujócskáztunk a Vasarely kiállításon, mert mind a ketten, mit tudom én, 11 évesek voltunk. És hónapokig ez ment, hogyha majd jó leszel, hogyha a tanulmányi eredményeid, Vasarely kiállítás. De a végén már kíváncsi lettél, hogy mi a fene lehet az, nem? Figyelj, én úgy mentem oda, hogy életem legnagyobb hullámvasútjára fogok fölülni, vagy valami olyan lesz, amit majd, mert tesszomnak csak, annyira be voltunk hozzá, megyünk, nem tudom mi az, de biztos, hát ha jól tanultunk, mégsem BMX-et kaptunk, Vasarely kiállításra megyünk. Hát, hogy én azt mennyire untam. Hát életed a legnagyobb hullámvasútja volt, de csak lefelé. És mondta, hogy nézd meg, ahogy a térből kijön, de mégse jön ki. De nézd ezeket a csíveket. És ha ez bejön, akkor elviszlek majd a csövek csőszerelmélyek tengelykapcsoló kiállításra is. De csak ha nagyon jó leszel. Ami szerintem jó. És az... tudom, hogy ők ott álltak, és az egymásba harapó zebra, az bekönnyeztek rajta, hogy nézd, hát úristen, ember agyából, hogy tudott egy ilyen kipattanni. Mi így ideig néztük. Aztán utána tudom, hogy indult a bujócska, meg a fogócska. Miért érzik a szülők azt, hogy ott kell lenni? Persze, nem rossz ez. Nekem apám azt mondta, ha jól leszel, elviszlek. Albert írsál a szőlőt meg. És imádtad, mi? Aha, nagyon, annyira szerettem, oda jártunk szőlőt venni. Ami jó, szerintem az a közlekedési múzeum, tehát az már kisgyereknek is, mert az azért igen. Vonat hát van, az, meg az ilyenek. Igen. De... talán még megy is a Caravaggio kiállítás a szép művészetében, én ott láttam egyszer. Carpaccio. Jó Carpaccio, egy jó BSC Caravaggio, hát az anélkül sehova nem megy. Ott vitte anyuka a gyerekét, aki azt hiszem ilyen, nem tudom, 5 és 7 között valahol, és hát ő meg erősen ugye ez a levágott fejes sztorikat nyomogatja, amit a gyerek nem értett így. hogy miért nincs a teste a bácsinak? Igen. Szóval ezek a nehezen megmagyarázható, hogy 6 évesnek. Egy jó Picasso egy gyereknek, nem? De fura, nézd már a néninek, egymás alatt vannak a szemei. De hogy közben mégis megmarad. Mert hát én tisztán emlékszem arra, hogy a harmadik kerületi Szent Lélektéren volt ez a Vasarely kiállítás, és tudom, hogy mentünk, leszálltunk az Árpád hídnál, besétáltunk a főtérre. Hát, lehet, hogy még most is ott van egy részlet belőle, vagy nem tudom. Besétáltunk a főt, és úgy izgultunk, hogy most olyat látunk. Figyelj, hát hónapokig ezért tanultunk. Jó lett a magatartásunk, így ültem végig az összes órát, mert mehetek Vasarelyre. Hát, de megmarad ugyanakkor, és nem? Már, és de már neked az ásványkiállítás? Meg, azóta sem mentem ásványkiállításra, annyira megmarad. Tehát, és azért jó, mert Lacika az osztálytársad egyébként mondja, hogy neki is van ígérete, és ő tényleg BMX-t fog kapni, vagy BMX-et fog kapni, ha jól tanul. És erre te visszavágsz, hogy micsoda, Vasarelyre megyünk. Pirocsás meg. Milyen BMX? Ha jól leszek, anyám elvisz magával a pedikűröshez. Igen. Ide nekünk egy hallgató, ugyanez végigcsináltam, tudom milyen osztálykirándulás Aquincumba. Na, Aquincum hát, egyébként önmagában nagyon szép, nagyon jó, csak mit látott mondjuk egy 6 éves gyerek? Gyönyörű, dögunalom. Tudod? Annyira unalmas, hogy semmi, kövek. Hát tök jó, annyira unalmas. Kövek, mit vannak ott? Romok. Mi mentünk osztálykirándulás Aquincumba. És nem annyira látványos a romok, azt azért... Hát nem, hogy hát nem látványos. Nagy, tehát, jó, hát akartam. Tehát mondjuk ki nyugodtan, Jani, hogy Aquincumnál unalmasabb, az dögunalom. Tehát én értem persze, hogy ez marad. Vagy, tessék? Egy bizonyos kor alatt. Egy bizonyos kor fölött is. Tehát, hogy én most oda elmennék, hát én voltam. Most már jó, de nagyon. Mindig ott megyek el kocsival, ha megyek teniszezni. Várj, megcsináltak interaktívnak, és bemész is egy igazi római légió fogad beöltözött emberekkel. Ilyen. De hogy... Jó, neked legendás a viszonyod romokhoz, ezt azért tegyük hozzá. Hogy van az, hogy egy osztályfőnök erre rábólint? Persze, nyilván kell a kultúra, meg sokszor nincs pénz nagyon messzire elmenni.
Én emlékszem, talán nyolcadikos voltam, amikor volt ABC osztály, és tudom, hogy a C-sek mentek talán Tatára, a B-sek elmentek a Gyulai várat megnézni, azt mondták, osztálykirándulás Aquincumba. Te láttál már 20 darab nagyon poros gyereket botorkálni a romok között, nagyon unatkozva, azok mi voltunk. És idegenvezetés is volt, mert volt idegenvezetés, nagyon meleg volt, emlékszem, és azt éreztem, hogy soha nem ér véget, és innen soha nem találunk ki. De hogy ezek közben mégis sokkal jobban megmaradni. Inkább a Vazareli kiállítás. Megadom magam, már menjünk inkább a Vazareli kirándulás. De hogy akkor a rossz marad meg, és a jó nem marad meg? Vagy ezek a traumatikus élmények, és valószínű, hogy eszedbe jut majd, hogyha Beri nagyobb lesz, el kell vinni a Aquincumba. Ha rosszul viselkedik, persze. Ha menőbb iskolába jártál volna, akkor lehet, hogy a Kolosszeumot nézitek meg Rómában, és akkor már érdekeltek volna a rómaiak. De hát így nekünk se jutott sok. Én nem tudom. Mi van ilyenkor a szülőkben? Fel akarják zárkóztatni a gyereket, hogy azt akarják nyilván, hogy rakódjon rá némi kultúra? Hát nem? Tehát menjen színházba, nézzen romokat, menjen kiállításra, mert hogy hát így szocializálódik a gyermek. Egyrészt nyilván meg viszed magaddal, ami téged érdekel, azt ugye megnézi ő is, tehát ugye akarva akaratlanul azért ezt kapja. De hát nem tudom. Azt érzem, hogy a szülők nagyon szeretnének megnézni valamit. Apád az egymásban harapott zebrákra volt rágerélve valamiért, nagyon akarta látni, és akkor azt mondta, hogy ha már megyünk, vigyük a gyereket is, de akkor már állítsuk be, úgy, mintha ez miattuk történne. Meg az igény talán kialakul benne, hogy később felnőttként, mikor már ő tud dönteni, hogy hova akar menni, vagy az igénytalanság, de valamelyik kialakul. Hát ha. És akkor később már ő maga is fog menni, még egyszer Vazarellit néz. Voltál azóta Vazarelli kiállításon? Hát nekem az olyan traumatikus volt, hogy nem. Nagyon beégett mindenképp egy életre. Néztük őket, néztük a zebrákat, néztük a szülőket, megint néztük a zebrákat. Hát mondom még ehhez, azért fiatal vagyok, ezt nem értem. Inkább bújj el. És akkor megtalálok. A parlamenti osztálykirándulás évente megmagyarázhatatlan, írja nekünk egy hallgató. Na, azért minden évben elmenni oda, azért az is kemény. Igen. De mi például nem jutottunk el, azért én irigyellek. Már ki volt. Nem voltatok? Nem, mire a lovasszekér, mire fölér, úgy kigyors, így szesz le, fél év letelik. De a TSZ-be elmentetek legalább, nem? Hogyne, hát őszi munkára, az más ja, volt. Igen. De össze már lenki robot. Igen. De Gyulára biztos bementetek. Várlátogatásra, nem? Apámékkal persze. Csak a fater kirakott bennünket a vártő, mondta, hogy az egész arőt nem érdekli, majd jön értünk. Na hát, de legalább őszinte volt, nem játszotta. Én május 1-i felvonulásra szerettem járni Gyulára. Ott is vonultatok? Persze. Igen? Integettetek? Igen, kellett. Volt sör, virsli, már hogy nekem sör nem, de virsli, igen, meg lufi. Héliumos lufi, gyulai húskombináttól. Figyelj, egyébként én most így, ahogy hallgatlak benneteket, én megmondom őszintén, én szerencsés embernek mondhatom magam, én csak csupa praktikus dolgot láttam. Tényleg, elmentünk Albert is a szőlőt venni, meg én bevitt apám egyszer a főspetbe, és megnézhettem egy kerékcserét egy kamazon. Menő. Hát nem. Tehát, hogy érted. Ehhez képest ez egyébként nagyon jó. Igen. Jó, hát volt. Más volt akkor nyilván az inger küszöb, meg hát ilyen kiállításokról, meg múzeumban most is megy az ember, minél jobb tényleg, ha a gyerek korán találkozik vele. Azt veletek nem csinálták szülők, amit egy hallgatóval, és velem is egyébként, hogy kimentetek Ferihegyre repülőgépeket nézni? De. Ugye miről szólt a dolog? Nem volt pénzed utazni, nem is nagyon utazhattál, mit csinált a magyar? Szerintem ez egy generációs élmény. Vágyakozott. Vágyakozva a család megfogta egymás kezét. Szombat reggel fölkent, és azt mondták, megyünk Ferihegyre. Na, az viszont egy olyan élmény volt, amit soha nem felejtek el. Kimentünk Ferihegyre, bedobtad a 20 forintot, kimentél a teraszra. Fizetni kellett az egyet, repülőt nézzél. Az, hogy kimessél a teraszra, hát az hogyne. Egyébként érdekes, hogy nálunk még nem kellett. Hogyne, nekünk az már erősen fizetős volt, kimentél a teraszra, álltál ott a tesodra, fogtál a család egymás kezdet. Sose jövünk olyanon. Soha nem felejtem el, és hosszú-hosszú éveken keresztül az volt a program, hogy mentünk Ferihegyre repülőt nézni. Ebben benne volt maga a nagy magyar elvágyódás, ugye a te kis valuta kereteddel, meg hát mindennel, amit akkor nem lehetett se utazni, nem lehetett se pénzed, nem volt az, hogy te felüljél a repülőre, már vecsésnél érezted a kerozin szagot, anyám azt mondta, érzed? Kerozin szag? És tényleg érezted? Tényleg a kerozin szagot. Kimentél, nézted ott a taxikat, jönni, menni, szabad emberek, hogy anyu, ha azon a gépen ülnék, hova mennék? Bukarestbe. Akkor inkább azon a másikon. Ülnéte azon is, akkor igen. Ültél egyébként volna. Igen. Jó lett volna. Tehát, és álltál ott, és azt nézted, hogy emberek repkednek. És az volt az egész napos program, hogy kimentél Ferihegyre repülőgépeket nézni. Olcsó volt,
nem került sokba. A kőbányai metró megálló végállomásától indult ki egy busz egyébként Ferihegyre, két-két és fél óra volt a kiutás Ferihegyre. Gyönyörű program. Tehát már ugye egy 5 órai utazás után oda-vissza voltál Ferihegyen, és nézted a képeket. És vittetek szendvicseket? Vittünk szendvicseket. Hát igen, mert nem, majd vettek a Tax Free Shopba. Nem volt arra pénzünk, hogy ott Ferihegyen vegyünk mindenféle drága szendvicseket az ellátóba. Vagy pedig megvettük az utasellátóba, ugye a Kőbánya Kispest végállomásnál, ahonnan ugye ment a kék busz ki Ferihegyre, álltunk, néztük kókuszos a gépeket. Kókuszos roládot. Kókuszos roládot, igen, a valuta keletünkre gondoltunk. Ami nincs. Ami nem volt nagyon. És elvágyódásképpen nézte. A kék útlevélre. Igen, a kék útlevélre, és vittek téged repülőt nézni? Hát nem, én megmondom őszintén, szerintem elég sokat tettem azért, hogy fizetősé váljon a terasz. Ezt nagyon komolyan mondom. 10-20 forintokat kellett akkor bedobálni, rohadt rablás. Mert amikor mi járogattunk ki, akkor még ott egyáltalán nem kellett fizetni, viszont mi úgy járogattunk ki, hogy előtte elmentünk a repülőtér mellett található szemetesekhez. Nagy konténer szemetesekhez, nyakig beléjük bújtunk, összeszedtük az összes sörös dobozt, amit csak találhatunk, aztán a sörös dobozokat beraktuk egy nylon szatyorba, és utána mentünk fel a teraszra, a szandálba, a melegítő nadrágba, a kezeinkbe. Mert az egy érték volt, Feri, te ezt nem értette. A sörös doboz, a kilátóban? Hát persze, mi gyűjtöttük őket, és akkor szépen fölmentünk, és ott nézegettünk. És hát ott a sok kis lepattant, hogy ilyenkorról egy gyerek, hogy áldogált, és nézegette a repülőket a kezükben egy-egy szatyor sörös dobozzal. Hát azért az vevőcsalogató látványod, és valószínűleg az ilyen dolgok miatt is tették fizetővé annak idején ezt a dolgot. És amikor megnézted a repülőt, hogy felszáll, utána még bementetek a múzeumba? A repülőtér előtt, ahol be lehetett menni a gépekbe? Az már sok méz. Dehogy mentünk. Meg akkor azok a gépek még repültek fel. Az a másik, hogy akkor az a múzeum még nem volt, mert akkor még a túl 154-esek, meg ezek, hát akkor még ezek a tupójevek úgy röpködtek, hát nem nagyon repült más. Akkor még nem voltak Boeingek nagyon. Akkor 18 öcsém, az még maga, az volt a magyar Concorde öcsém. Igen, a kis propellerrel együtt. Nem volt egy repülő múzeum semmi. Onnan tudtuk, hogy indulás, hogy elfogyott a fasírt a zsöm. Igen. Kicsomagoltuk kint a kis szendvicsünket, megettük a zsömlét, a fasírozottat, a paprikát, és amikor elfogyott, akkor felszálltunk a metróra, és szomorú hazamentünk. És a család. De azért volt egy kis vidámság a szívem. Hogy ne lett volna, hát ott szálltak föl előtted a repülőgépek, persze. De ez legalább jó volt. Volt, ami jó volt. Ja, igen, hát. Tehát, hogy azért gyermekként tényleg mennyire megmaradnak ezek a programok, nem? Vagy egy-egy elrontott osztálykirándulás, amikor olyan helyre visznek, ami egyszerűen felfoghatatlan, hogy arról egy tanár úgy döntött, hogy menjünk oda osztálykirándulni. És hogy ez jó lesz, mit tudom én, 10-12 éves forma gyerekeknek. Én egy helyre vágytam nagyon, mert apám mindig mondta, de mondjuk nem vidám arca, hogy megint mennem kell Záhonyba. És úgy vágyottam valamiért Záhonyba, mert az apám mindig ott volt. De nem tudtad, hogy miért? Nem, csak ő mindig ment Záhonyba az Illel. És akkor én is akartam vele menni. Igen. És soha nem jutottam el Záhonyba. Hát nem, mert két napos út volt neki szegénynek, azzal az autóval. És nem volt túl boldog vele. Igen. Nagyon sok elrontott osztálykirándulású jön SMS. Nézzük meg akkor, hogy régen az a generáció, aki körülbelül velünk egykorú, hova ment osztálykirándulni, tehát ilyen SMS-ekre gondolok, mint írja egy hallgató, hogy mi annó Pécs környékén krematóriumban is voltunk osztálykirándulásban. Hát de az legalább metál. És most még lássátok gyerekek működés közben. Így van, önként jelentkező. Hozott anyagból is lehet. Luki küldte nekünk. Általános iskolában osztálykirándulás a Kerepesi temetőben. Na ez volt az, amiről inkább ellógtam. Tehát itt azért van egy-két olyan lelkületű tanár, akit azért úgy érdekes elbeszélgetések lennének. Na, várunk akkor olyan SMS-eket, hogy kinek mi égett be gyermekkorában, ami szörnyű program volt. Jó, akár osztálykirándulás, akár azért, mert hogy szülői indítatása történt a dolog, elvitték valahova, amit azóta sem ért, nem tudja megmagyarázni, de nem tudja felejteni sem, annyira beégett. 9:01 jövünk az SMS-ekkel mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.
itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk friss közlekedési hírekkel. Most jövünk az M7-esen, még ki van írva a baleset, de már sehol nincsen semmi. Fruzsi küldte nekünk. Szeged felé az M5-ösön, a 81-es kilométernél mérnek a rendőrei. Mazsi üzente nekünk. Aztán van egy trafi a 26-os főúton Putnok belterületén. M3-os Kálmánházi pihenő 9-től, igen, ott is ellenőrzések vannak. A hírekkel ellentétben a baleset a Gödi felhajtón van, Pest felé Dunakesziptől lépésbe lehet haladni, Zsófi üzeni. M2-es 27-es kilométerkő baleset az egyik, és aztán Dunakeszinél a baleset 2, az pedig a második. 8-as főút Veszprémi elkerülő szakaszán ördögűző lányok dolgoznak a Szent Atya engedélyével. Vatikáni valutát nem fogadnak el. Dolgoznak a lányok? Kiszívja az ördög. Dolgoznak. Hát jó idő van, 8-as főúton megy a forgalom. Hát állnak kis minibe. Kell ördögöt űzni. Baleset az M7-es tárnok közeli részénél dugulunk, és Nagymányok belterületén van egy trafi. Ezt Bazsi küldte nekünk. Na. Mondtuk már, de mondani fogjuk még, hogy Balatonfüreden leszünk a pénteken, az Aquaparkban ott lesz velünk a Tibi, ott lesz velünk a Magdi, ott lesz velünk a Csabi, és ott lesz velünk a Robi. És most nézzük a barátaidon kívül, kik a fellépők. Jó, ezt mind megértem, hogy jön az egész család, meg a pereput, nagyon jó, de okay. Jó, de kik a fellépők. Jönnek strandolni. Örülök, hogy nagy a család jön, de nézzük a fellépőket. Na, ugye nagyon fontos, hogy 6 és 8 óra között majd a bejutás ingyenes, vagy az első 1500 ember. Aha. Na most itt a vagy, az ugye tavaly lincs hangulatig vezetett, mert azt mondták 6 és 8 óra között, 7 órára megtelt az Aquapark, 7 órától 8 óráig lincs hangulat uralkodott, a kin maradtak között, tehát ezért mondom, hogy 6 és 8 óra között vagy az első 1500 ember. Fulladás, veszély, ha többen vagyunk, ugye? Úgyhogy tessék oda jönni időben, aki reggel bejön, az karszalagot kap, és napközben tud ezzel a karszalaggal menni. Egész napos? Így van, egész napos. Nem menő. Ez jó. Úgyhogy, hát ha jókorán jöttök, akkor ingyébe ment az egész család. Ez fontos, egy 4 személyes jegy, család, gyerek, felnőtt, nagymama, ha még úszkál, ha nem, akkor is ugye, ha be akarjátok tolni. Szóval drága, mert abból a szempontból, hogy nem azt mondom, hogy drága, de hogyha az ember meg tudja spórolni magának, miért ne tegye, jó? Úgyhogy 6 és 8 között bejutás ingyenes, vagy az első 1500 ember. Most a fél hétkor elérik az 1500-at, értelemszerűen nem tudjuk utána ingyenessé tenni. Ez külön az Aquapark kérése volt. Igen, mert tavaly is az volt. Tavaly volt egy kis lincs hangulat. Igen. De, hogy... igen. Én kimentem 4-11-kor, és még engem is meg akartak verni. Annyira mérgesek voltak, hogy nem jutottak be. És mondtam, hogy gyerekek, hát egyrészt higgyetek el, hogy legkevésbé rajta múlik, kettő, hogy hát megtelt a fürdő. Nézd, bázd meg Balázsra költözött, hogy be tudjon jönni. Várjuk már meg. Várjuk már meg, ott megy Balázs imitátor. Úgyhogy igen. És a Tibi már 10-kor. 10-kor. Hiány utána, és utána majd a Sun City-ben vannak az esti koncertek, úgy ott a Rúzsa Magdi, Vastag Csabi és az Ergo zárja megint 9:30-kor, de az már a Sun City része, és ami ott van mellette. Tessék? Szerintem az is ingyenes. Hogyne. Aha. Persze. Azt nagyon jól megcsinálták azt ott, Fürednek a legjobb része az most. Sok szórakozója együtt van, ahol retrót nyomnak, van, ahol ilyen kisebb denzenem egy különböző helyeken, különböző kultúrák találkoznak. Nagyon klassz kis hely lett. Sokáig ott az ott úgy lerohadni készült az a görög falu, és aztán egyszer csak valaki látott benne fantáziát, most évek óta megint üzemel. Tök jó. Jó lett egyébként. Tök jó. Én már csütörtökön megyek majd le, levonatozok. Igen, csak valami, mondom. Ami új. Van, ami vár, téged ott vár. Valami, amit máshogy csinálsz, mint eddig. Most még nincs konkrét programom, de mindenképpen valamit ki fogok addigra találni. De nem mész ki a kis albino fehér testeddel a füredi strandra, megmártozni egy kicsit a vízben. Nem, esetleg, a mama felé. Nem. Esetleg egy kicsit napozni, fürdeni, tehát semmi olyan nem szokásos most... nyári dolgot nem csinálsz, amit emberek százezrei csinálnak nyáron. Nem mutatom meg szikár testemet. Miért nem napozol egy kicsit? Hát a D-vitamint azt nem csak... Nem szeretem, kapok én így eleget. Hát ezzel a felületen egy kicsit, hát nem jó akar, az. Hogy nagyon tele vagyok anyajegyekkel, én már azért félek ezekkel a dolgoktól, benne vagyok már a korban. Nagy baj ám sajnos. Ez. Nagy baj. Hát mert pont a D-vitamin hiánya az, ami okozza sok szempontból a rákot. Az arcom meg a kézen is eleget veszek föl így. Az elég, hát. Az a baj, hogy nekem tényleg nagyon sok anyajegy van a testemben, és nem akarok semmiféle ilyen csúnya dologba belefutni. Megyek is a héten amúgy bőrgyógyászatra. Gondolom erről többet is szeretnétek hallani. Hát ez nem lenne baj. Van valamivel a bőr, és
Igen, és az a baj, hogy nem a bőrgyógyászati részlegremész, úgyhogy erről nem akarok, mondjuk, akarok többet tudni. Elfogyott sajnos az ecsetelő. A pipetta is az ecsetelő. Igen. Nem, figyelj, ez egyébként, én megértem, vigyázni kell a nappal, fehérbőrűeknek is, de pont ez a nagy-nagy ijeszgetés, meg félelem a naptól vezet el oda, hogy itt, meg számos országban, még Európában olyan szinten D-vitamin hiányosak az emberek, ami miatt egyébként aztán a rák kialakulásának sokkal inkább megnő az esély. Ez bizonyított tény, hogy kevés a D-vitamin. Most azért azt szedheted, azért lehet menni napra, csak nem kell elmebeteg módon. Évközben, amikor nincsen napsütés egyáltalán, akkor mindig folyamatosan szedek D-vitamint, ahogy bejönnek ezek a napsütéses időszakok, akkor nem. Uh-huh. Na mindegy. De jól esik, hogy féltesz. Tessék? De jól esik, hogy féltesz, és aggódsz, értem. Hát, csak mondom, hogy nem kell felülni. Szóval nem. Egyáltalán nem. Csak szeretném a kis apró kis lábacskáidől egyszer belegázolnál a Balatonba. Na, gyerekek, hát vállalkozunk valamire, amire szerintem egyelőre még senki nem tud 100%-osat mondani, de mégis nyilván bennünket nagyon sokan hallgatnak, és azért a célunk az, hogy megpróbáljunk itt az ökörkedés mellett némi informatív jelleggel is szolgálni néha, és ugye hát pénteken volt egy elég fontos bejelentése a kormánynak, miszerint ugye decemberben kell majd forintra váltaniuk a bankoknak a devizahiteleket, és hát az ebből adódó terhek egy részét nyilván majd az állam is átvállalja, meg a bankok is, akik most azért ugye erősen tiltakoznak, és hát ugye azt mondják, hogy akár 25-40%-kal is csökkenhet a kamatterhe egy-egy törlesztő részletnek, sőt, hát maga a törlesztő részlet is. És nyilván azt szeretnénk egy kicsit kibogozni, persze segítséggel, hogy mégis mi várható, ki mennyit kaphat körülbelül vissza. Minden szerződés egyedi, minden eset teljesen más. Ugye itt nincs egy általános igazság szerintem. Más mondanak a bankok, más mondanak a politikusok, más mondanak az elemzőjogászok, más mondanak a különböző elemző oldalakon a különböző hozzáértő emberek. De hát mégis van egy-két olyan kérdés, ami szerintem mindenkire vonatkozhat, például az, aki már lezárta a hitelét, kaphat-e vissza valamit, az autóhitelesek kapnak-e vissza valamit, akinek elárverezti, hogy mi lesz. Mikorra de várható éri a dolog, mire ez tisztázódik? Arra mit mondtak? Ilyen december, jól emlékszem, hogy körülbelül? Hát de decemberre így van, december. Tehát ez még nyilván most volt egy nagy bejelentés pénteken, azért ez folytatódik, erre a bankok is lépnek, meg a bankszövetség is mond valamit, aztán természetesen ez ősszel tovább folytatódik a szünet után, tehát ez még nem egy egyszerű játszma. De hogy mégis, ugye a jelek szerint azért mindenkinek talán egy kicsit könnyebb lesz, sőt, mi több kap vissza is valamennyit. Na, ez a vissza, ezzel óvatosan fogalmazunk, mert ugye nem kapod vissza. Tehát ha van még... Hát akkor jó éppen van, igen. Igen, éppen ketyegő lakáshiteled, azt nem tudom, hogyha már kifizetted, és úgy ítélik meg, hogy ugye abból is visszaérek, azt nyilván megkapod, de akinek ugye van ketyegő hitele, annak jóvá írják. Csak nehogy aztán az legyen, hogy az emberek mennek be a bankba, hogy kérem vissza a pénzemet. Hát mert hát, sokan úgy értelmezik, teljes joggal egyébként, de nyilván erre majd mindenkinek a bankja mond valamit, meg hát nyilván tényleg minden szerződés más, felülvizsgálni, nem tudom. Senki se akar pereskedni, ugye ezt próbálják most megoldani, nem meglátjuk, hogy mi lesz. Van egy kis segítségünk, Ráski Péter, a Pénzcentrumba tud elemzője. Hello Péter, jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm hát a hallgatókat! Nem egy könnyű élethelyzet gondolom most azért ezt így elemezni, nem? Hogy ez most kinek lesz jó, mennyire lesz jó forintosítani, kinek mennyi jár vissza körülbelül. Itt most mindenki számol, ugyanakkor mindenki más mond egy kicsit, nem? Igen, az a helyzet, hogy nem teljesen egyértelmű a helyzet. Tehát különböző kimenetelek vannak, és hát nem is egy törvényről lesz szó a végén, hanem három törvényben fogják rendezni ezt az egész ügyet. Tehát egyenlőre a múlt hét pénteki törvény, amit múlt hét pénteken szavaztak meg, az első lépcsőfok ebben az egész dologban, ebben a devizahiteles csomagban. És hát a második lépcső szeptemberben, a harmadik talán novemberre várható. Most egyenlőre így tudjuk legalábbis. Na nézzünk akkor egy-két konkrét kérdés, szerintem az a legfontosabb, jó? Jó, rendben. Hogy például mire számíthatnak, kérdezi egy hallgató, azok a deviza autóhitelesek, akiknek például ebben a hónapban mondja fel a bank a szerződésüket. Egyáltalán az autóhitelesek, ezok számíthatnak-e bármire? Ezt nagyon sokan kérdezték tőlünk SMS-ben. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy eredetileg, amikor készültek arra, hogy lesz egy ilyen csomag, akkor az autóhitelesekről nem volt szó. Viszont valamivel már a törvény kihirdetése előtt, illetve a törvény megszavazása előtt kiderült, hogy az autóhiteleseket is bevetik ebbe a körbe, sőt a személyhiteleseket is. Tehát sokkal tágabb lett az a kör, mint akikre eredetileg számítottunk. Ugye a fő szándék az volt, hogy a lakáshiteleseket segítsék meg, hogy ne veszítsék el ugye az emberek a lakásaikat. És mint kiderült, az autóhitelesek is részesülnek ebből a visszatérítésből.
Na most, aki például ezt is nagyon sokan kérdezik, mi leginkább itt nyilván a hallgatói SMS-ekre hagyatkozunk, hogy akik már lezárták, tehát akiknek megszűnt, leketyeget az 5 év, 8 év, és vége van a dolognak, azoknak is jóváírnak valamit, vagy azok is kaphatnak vissza valamit a jelenlegi álláspont szerint? Igen, viszont van egy olyan dolog ebben az egészben, hogy elévülhet a követelés. Tehát amit visszakövetelnek az ügyfelek, ugye a banktól, az elévülhet, ennek 5 év az időtartama, tehát 5 év. De a felvételtől vagy a lejárattól évül el a dolog? Tehát mondjuk a 2006-ban vettem föl, vagy amikor kifizettem az utolsó részletet, ahhoz képest 5 év? Nem, tehát a mostantól visszatekintőleg 5 évet kell nézni. Ha azon belül zárták le, tehát az elmúlt 5 évben zárták le a szerződést, most mindegy, hogy kifizette, vagy lejárt, vagy milyen módon, akkor jár vissza pénz. Egy kivétel van ez alól, a kedvezményes végtörlesztősök köre, mivel ők már olyan mértékű kedvezményt kaptak, ami valószínűleg nem is ér fel egyébként ezzel a mostani visszatérítéssel. Illetve pontosítva, a törvény erőre való emelkedéstől számítva. Tehát visszaszámítva 5 évet, nem most, hanem a törvény erőre emelkedéstől. Tehát, hogy ez december, akkor decembertől vissza 5 év. Így van, hát ugye itt a különböző törvények, hogy mikor emelkednek ugye végrehajtási szintre, azt még nem tudjuk. Az árfolyam rés tekintetében viszont, ha jól emlékszem, akkor mostantól, tehát amikor ugye aláírja az államfő, és ugye kihirdetik a magyar közönybe, akkortól már végrehajtható, és az árfolyam rés tekintetében ez már el is indul ez a folyamat, én úgy tudom. Viszont, hogy milyen módon kapják vissza a pénzt az ügyfelek, az még kérdéses, mert várhatóan ez még ugye a szeptemberi törvényben lesz szabályozva, tehát még nem teljesen tiszta ebben az ügyben sem minden. Ez arra vonatkozik, bocsánat, hogy neked kell utána menni, vagy automatikusan a bank intézi? Tehát ezt nem tudjuk még? De ezt tudjuk. Valószínűleg, ugye törvényben ez nincsen benne még egyelőre, de valószínűleg úgy fog kinézni, hogy a bankok kiszámolják, elutalják a pénzt, ugye akik esetében ugye csökkentik a tőketartozást és a törlesztő részletet, ott ugye csökkenésre számíthatnak az ügyfelek, és alapvetően ugye visszautalják a pénzt, és ami nagyon fontos, hogy a Nemzeti Bank, ugye a Magyar Nemzeti Bank ellenőrizni fogja, hogy jók-e a számítások, tehát hogy a bank nem trükközik-e, nem tud trükközni, mivel teljes mértékben ellenőrizve lesznek ezek minden a egyes tételt, minden egyes tételt az MNB fog ellenőrizni? Ennek az ellenőrzésnek a folyamatáról ugye nincsenek részletes információk, tehát lehetséges, hogy csak szúrópróbaszerűen ellenőriznek, de még az is lehetséges, hogy minden egyes tranzakciót leellenőriznek, mert azért lássuk be, egy elég lényeges kérdésről van szó. Egy másik hallgatói kérdés, miszerint én 2005-ben vettem fel szabadon felhasználható hitelt lakásra svájci frankban, amit 2012-ben kénytelen voltam más banknál forintra váltani, viszont a bank azóta megszűnt, mármint ahol frankitelt vettem fel. Kaphatok vissza? Kérdezi Joe. Hát alapvetően ugye az 5 éves elévülés miatt elvileg jár vissza a pénz. Hogyha egy bank megszűnik, akkor ez egy érdekes kérdés. Tehát van-e jogutódja ennek a banknak, és hát felvetődik sok más kérdés is, hogy ki tud-e egyáltalán ez a pénzintézet fizetni engem. Kérdezi valaki, hogy aki 3 éve végtörlesztett, kap-e vissza? Ugye erről válaszoltál, hogy aki végtörlesztett, az akkor egyértelműen nem, ugye? Itt azért ketté kell szedni ezt a dolgot. Tehát van ugye a kedvezményes végtörlesztők köre, akik ugye ha a svájci frankot nézzük, akkor 180 forintos árfolyamon tudták visszaváltani a hitelüket. Na most nekik nem jár, viszont ha valaki mondjuk egy forint hitelt vett föl, vagy akár egy másik devizahitelt azért, hogy az első hitelét ki tudja fizetni, esetükben teljes mértékben jár ez a dolog, ha beleférnek persze az 5 éves elévüléses kérdésbe, de nagy valószínűséggel beleférnek. Jellemzően ez a trend, hogy bele szoktak férni az ilyen ügyfelek. Na most esetükben jár vissza a pénz, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt ezt ketté kell venni, ezt a dolgot. Aztán egy másik kérdés, az érdekel engem, hogy visszamenőleg is jár-e valami, mert ősszel adtam el a házat, és fizettem ki a kölcsönt. Ugye erről is beszéltünk, hogy elvileg akkor járhat, ugye? Tehát annak ellenére, hogy le van zárva, eladta a házat, annak ellenére járhat vissza. Így van, így van. Tehát az mindegy, hogy a mögöttes fedezet
tulajdonjogban van-e, vagy sem. Tehát az a lényeg, hogy 5 éven belül legyen lezárva a szerződés maga. És akkor ezeknél az eseteknél jöhet szóba az, hogy konkrétan készpénzutalást kapjanak a banktól, mert hogyha mondjuk egy fennálló szerződés van még, a bankkal ott lehet számítani inkább a jóváírásra, ugye? Így van, így van. Tehát a jóváírás sem úgy fog történni, hogy a hitelszámlán, tehát ott a tőketartozást fogják csökkenteni, vagyis a törlesztő részlet fog csökkenni. Viszont ebben az esetben igen, tehát itt vagy banki utalással, vagy egyéb utalási módszerrel várható a pénz egyébként. Hm. Felvettem 800 000 forint autóhitelt, mire kifizettem 1 750 000 forint lett a vége. Mit csináljak? Keresek egy pofás diófát beáztatott kötéllel? Kérdezi Szilvi. Itt nagyon sokan kérdezik, hogy amit egyébként visszautal a bank, mondjuk 800 000 forint, 1 millió forint, az már adómentes, vagy abból még adózni kell? Hát ez ugye elvileg az ő pénze, sőt, ami nagyon lényeges, hogy kamatos kamattal fogják visszakapni az ügyfelek a pénzt, hiszen a bank ezt a dolgot kezelte, tehát a bank ugye befizették az emberek a törlesztő részletet, és hát többet fizettek, mint amennyit kellett volna. És ez a többlet, ez gyakorlatilag egy bank kezelésében állt kvázi ez alatt az időszak alatt, és ezért, ahogy a polgári törvénykönyv kimondja, a múlt hét pénteki törvényben nincs benne, de a polgári törvénykönyv kimondja, hogy kamatos kamattal kell ezt visszatéríteni. Hmm. Szabad felhasználású személyi kölcsön svájci frankban, a kölcsönt visszafizettük. Lehet, hogy most többször kérdezek meg egy azon dolgot, de például a szabad felhasználású személyi kölcsönre is vonatkozik? Így van, tehát az még az sem számít, hogy van-e mögötte fedezetet. Ilyen esetben volt olyan, hogy jelzálog fedezetet kért a bank, akkor nyilván egy alacsonyabb kamattal tudta adni a hitelt, de volt, hogy azt sem kérték, és kvázi mint egy személyi kölcsön ott is visszajár. Ugye itt is az a kérdés, hogy az 5 évbe beleférte, az 5 éves elégzésbe beleférte az ügyfél. A folyamatban lévő hitelnél a visszautalás a tőkét csökkenti, vagy a kamatot, kérdezi egy hallgató? Ez egy fontos kérdés azért, de ez ugye elhangzott. Többen kérdezik az időközben már mondjuk totálkárossá vált, vagy adott esetben ellopott gépjárműveket. Hogy ebben igen, az esetben, ők ugye tovább fizetik a hitelt annak ellenére, hogy a gépjármű már nincsen olyan állapotban, vagy egyáltalán nincs is meg. Az esetükben mi a jogállás? Az esetükben is ugyanúgy, tehát az nem érinti a visszautalást, hogy mögöttes fedezet. Ugye itt az lenne érdekes, hogy a mögöttes fedezet lakás vagy autó megvan-e még. Ez nem érinti ez a kérdés, ezt a dolgot. Tehát igazából ugyanaz vonatkozik rájuk, mint akik ugyanúgy használják az autójukat. Azt elmondtad, hogy aki a csökkentett árfolyamon végtörlesztett, annak nem jár be. Aki most belépett az árfolyam gát nevű intézménybe, azzal mi a helyzet? Ő számíthat valamire? Így van, ők ugyanúgy visszakapják a pénzt, illetve hát ugye a tőketartozás jellemzően csökken az esetükben, hiszen ők még élő szerződésben vannak benne. A leasing is ide tartozik, vagy csak a hitel? Ez is egy fontos kérdés. Szintén nem számítottunk rá, így elemzők, hogy, illetve újságírók, hogy ez bele fog tartozni, de végül úgy esett, hogy ezt is bevették ebbe a körbe. Azért nem volt annyira jellemző a deviza leasingelés, de nyilvánvalóan azért előfordult. Inkább a deviza hitel volt, autóhitel volt jellemző, amikor ezeket a szerződéseket kötötték. Igen, volt olyan ember, nekem is olyan ismerős, akinek nem volt más lehetősége, mint a leasing, úgyhogy akkor nyilván beleugrott, de akkor ez is ide tartozik. Jó, van még valami, ami fontos, Péter, és nem beszéltünk róla, vagy esetleg nem kérdeztük meg? Igen, egy fontos dolog, amit én fontosnak tartok elmondani, hogy aki még benne van a szerződésben, az most ne álljon le a törlesztéssel, mert az problémát okozhat, tehát fizesse továbbra is a törlesztő részleteket, mert ugyan csökkenni fog a tőketartozás, és csökkenni fog a törlesztő részlete, de ugyanúgy szerződésben áll a bankkal, ugyanúgy tovább kell törleszteni a hitelt. Tehát, hogy azzal most senki ne álljon le? Persze, persze, természetesen ez elég rossz lenne. Csak ez mikor realizálódik egy átlagpolgárnak szerinted, aki most itt kapkodja a fejét és próbálja követni azt, ami történik? Ez a december? Ez itt lehet körülbelül, amikor ebből az egészből úgymond lesz valami?
Ez egy reális időpont, igen, tehát november-december környékén ugye több kormánypárti megszólaló is volt a témában, hétvégén, illetve még korábban is. Nagyjából ez az az időpont, amire be lehet lőni, hogy az első kifizetések megtörténnek, első hitelújraszámolások megtörténnek, így november-december eleje. Van egy ilyen kérdés, hogy a kocsi hitelemet felmondták, 400 000 forint hitelt vettem fel, a bank azóta megszűnt, jogi képviselőjük követeli a pénzt, befizettem eddig 800 000-et, és behajtási költséggel együtt követelnek még 1 700 000. Hogy ilyenkor hát, mit tegyen az ember? Ez egy egyedi eset, ezt nem tudom. Aha, igen, jó. Egy kicsit összetettebb itt a kérdés, tehát itt... Itt azt hiszem nem is az a probléma, hogy a devizahitel, mint olyan, mint konstrukcióval van a probléma. Nyilván az is hozzátesz a dologhoz, hogy sokkal többet követel vissza a bank, de alapvetően, ahogy így a kérdésből így kiveszem, itt a probléma inkább igen, ez a egy egyedi eset. Igen. Van. Azt tudjuk esetleg, hogy mondjuk, ha valakinek van egy X milliós devizahitele, az körülbelül 100%-ban hogy számoljon? Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy mondjuk 8%, számolt ki mennyi a 10%, annyi a reális. Nyilván tudom, minden eset más, minden szerződés más, mindenki máshogy vette föl, csak hogy körülbelül van egy olyan arányszám, amire azt lehet mondani, hogy igen, nagyjából mondjuk az összegnek az 5%-a, 10%-a felvett összegnek. Már hallottam 40%-ot. Körülbelül mivel tud számolni egy honpolgár, aki azt mondja, hogy most van mondjuk 10 millió hitelem, most ennyit kérem még visszafizetni, annak az X-ét kapom vissza. Van ilyen szám, vagy lehet így gondolkodni? Az a baj, hogy nincsen. Mi számolgattunk, megpróbáltunk egy tipikus devizahitelest leképezni. Ez egyébként megtalálható a honlapunkon, ugye cikkünkben, hogy 2007-ben vette fel általában a tipikus devizahiteles a hitelét. Nagy többségben azért lakásra használták fel, még hogyha nem is lakás célú hitel volt hivatalosan, és hát olyan 15 évre nagyjából svájci frank alapon, tehát az egy túlnyomó többség svájci frank alapon vette fel, és hát ebben az esetben nekünk az jött ki, hogy olyan 1 100 000 forint körül számíthat el a tipikus ügyfél arra, hogy visszatérítést kap, de akkora különbségek vannak a bankoknál, hogy mekkora kamatot emeltek, hogy milyen árfolyamrészt használtak, hogy ennek a töredéke is lehet a visszatérítés, illetve hát sokszorosa is. És ami nagyon befolyásolja ezt a dolgot, az még egy dolog, hogy mekkora összeget vett fel az illető, hiszen hogyha egy jóval nagyobb összeget vett fel, mint amivel mi számoltunk, ami 8 millió forint, mondjuk felvett 20 millió forintot, akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb összeg jár vissza. Hát jó, megpróbáltunk segíteni, szerintem azért sok fontos érdemi információ elhangzott. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Én köszönöm. Jó munkát, ciao. Köszönöm nektek. Hello, köszönöm. Ráski Péter a pénzcentrum.hu szerkesztőjével beszélgettünk. Na, hát próbáltunk segíteni. Nyilván tényleg minden eset más, de talán elhangzott egy-két olyan fontos információ, amivel tudtunk segíteni. De a válaszok egy részét még azért elég képlékeny, tehát hogy... Hát ez még sokak számára. Sok minden nem szentírás. Fél tíz múlt pontosan 4 perccel jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Kérdezi egy hallgatók, hogy a beszélgetés visszahallgatható az oldalunkon. 10 után kerülnek fel a morningshow.hu-ra az anyagok. Minden, ami a mai műsorban elhangzott, egészen nyugodtan letölthető, visszahallgatható. Úgyhogy, ha valaki lemaradt, vagy nem tudott minden részletet elkapni, egészen nyugodtan persze ott vissza lehet hallgatni. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon. Kora reggel beszéltünk a vatikáni ördögűzésről, mert hogy ugye tanfolyamot indít a Vatikán, felszentelt papokat szeretnének újra megtanítani arra, hogy kell ördögöt űzni. Egyre több, ugye a Kókler nyilatkozta a Vatikán, és hát ezért szeretnék, hogy profik csinálják az ördögűzést. Arról beszélgettünk, hogy vajon hogy zajlik egy ilyen, milyen jó lenne megnézni, milyen tanfolyamot kell elvégezni, és kilátott már valami hasonlót. Mennyi lehet a garancia, mert erről nem beszéltünk? Hogy mennyi ideig nem szállja meg a garancia alapján? Hát 3 nap alatt visszacserélik, utána pedig fél év garival. Fél év? Ha ráfizetek, kapok érte pluszt, mert vannak ilyen szolgáltatások, hát máshol például van, telefonnál én kicsit hallottam. Befizetsz, és akkor utána, ha visszaszáll, akkor olcsóbban űzik ki. Az jó. Az jó, így is. Az jó, vagy ha újra őket választod.
Akkor igen, akkor csomagként. Az hűség, az más. Ja, hűség, az, már az a hűségkártya akció. Az a hűség. Ja, bocsánat, igen. Nem akarom belekeverni ezeket a dolgokat, mert picit felületes a tudás. Igen. És szóba jöttek ugye olyan programok, amiket a felnőttek sokszor jónak gondolnak, a gyerekek viszont rettenetesen unják. Egy-egy olyan osztálykirándulás vagy családi program, amire elcipeltek bennünket, mentünk, mert egyrészt örültünk, hogy mehetünk valahova, vagy pedig ugye kötelező volt, mert hogy osztálykirándulásról van szó, mégis iszonyatosan unalmas, rettenetesen untuk, és nem is nagyon értettük, hogy miért pont velünk történik ez, és mit csinálunk mi ott valójában. Ezekről a programokról beszélgettünk, és ezeket most megmutatjuk újra. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Egyetem mi alapján választ az ördög? Magyarországon szállt már meg valaki tőle? Nyitottság, volt, a nyitottság alapján. Tehát ha én nyitott vagyok, akkor engem megszállhat? Így és van. Akkor én normálisan beszélek, de egyszer csak átváltozom, és akkor jön egy pap és kiűzi belőlem? Ebből. Nagyon elmennék egy ilyenre megnézni. Ördögüzi. Hát igen, meg hogy egy hivatalos ember mondja, hogy ők ezt hova sorolják. Oké, persze azt mondják, hogy a gonosz. Ugye, meg hogy a sátán, meg az ördög jön, és akkor az ott szépen úgy beléd megy, de mégis tulajdonképpen milyen entitás ez? Hova megy? Aha. Mi történik vele? Honnan jött? Mit csinál? Végig ott van benne, vagy csak amikor így fölcsapja a szemét és üvöltözik? Mert akkor ha mondjuk ez egy betegség, vagy valami. És akkor mi óarámi nyelven kell egyébként az ördögűzőnek beszélni, mert azt érti az ördög? Vagy olaszul beszélnek? Vagy nem, angolul ördög, beszélnek? Szerintem az ördög mindent ér, nem, latinul. Vagy latinul mert, beszélnek? Vagy óarámi nyelven? Az hogy a kereszténység nyelve, és akkor gondolom, hogy úgy tolják. Az ördög mindent ért. Hát itt írja valaki, arra emlékszem, igen, amikor ugye mi csináltuk a Voda reklámot, akkor utána megfejtették, igen. Benned, hogy a sátán vagyok, és az ördög vagyok, és aha, ott volt a jel. Nekem is akkor nyílt fel a szemem. És azt imádták, azt a viállat. Ezt rengetegen megkérdezik, ez így igaz-e? Szerencsétlen ágyhoz kötött, valószínűleg egy ilyen ágyhoz kötött lehetett az, aki készítette a videót, ugyanis, mert én el nem tudom képzelni, hogy egyébként valaki erre időt meg energiát szentelje. Annyi szép dolog van a világban, és valaki leült, és ezt így összevarta. De zseniális az anyag. Zseniális. Tehát, hogy a Vodafone-nak miért az a logója, és miért piros, aha, és egyébként a sátán, és a Lucifer, ja, és ahogy én ott tartom a fényképezőgépet, pont a harmadik szememnél villan, és azt nézd meg, hogy zseniális ez a videó. Én minden geggelésnél ott voltam, és nem emlékszem rá, hogy, ezt hogy valaki irányított hát, volna minket. Téged, volt egy másik megbeszélés, ott nem voltál. Hát. Ja, tényleg. De nem, mert nem is az volt, téged ja, megszállt. Ja, a katakombákba, igen. Nem az volt, hogy ott megszállt az ördög, hanem te magad vagy. Igen. Azért. Itt valami Vatikán szakértőnk. Hello, jó reggel, Érszegi Márk Aurél, hello. Hogy kell egy ilyet elképzelni szerinted? Hát szerintem, mint általában az ilyen egyházi, meg katolikus dolgoknál a legjobb a Szentírásból kiindulni. Ugye tele van olyan történetekkel, az Új Szövetség, hogy Jézus ördögöt űz, meg azután az ő tanítványai az ő nevében ördögöt űznek. Ugye ez tehát az egyik legősi funkciója az egyháznak, máshol nincs szó, mint ugyanezt folytatják, tehát tanfolyam persze kell hozzá, meg hivatalos engedély is kell hozzá, mint mindenhez, amit az egyház nevében akar valaki csinálni, ugyanis ez nem vicc, nem babora megy a játék, hanem valóban a világban működő gonosz erői elleni küzdelemről van szó. Ehhez nem praktikák kellenek, meg nem egy technika kell, hanem mindenek előtt hit kell, nagyon erős hit. És az hozhatta létre ezt a dolgot, vagy az hozhatta megint elő, hogy egyre több a megszállott? Azt írták itt ezek az ördögűzők egyesülete, hogy a 80-as években jött az ötlet, hogy az ördögűzők Olaszországban egy egyesületbe tömörüljenek. Mert akkor kezdett el terjedni, legalábbis Olaszországban mindenféle ilyen okkultizmusnak a gyakorlata, tehát a sátánizmus akkor nyert teret, és ezért egyre nagyobb szükség volt rájuk, vagyis így érezték. És ez az egyesület, ez az olasz egyesület lett aztán most később egy nemzetközi ördögűző egyesületté alakítva. Ez kapott most a Szentszék illetékes hivatalától, a klérus kongregációtól ilyen hivatalos egyesületi bejegyzést. 10 évesen édesapámtól hosszú-hosszú hónapokon keresztül hallgattam, hogyha jól viselkedek, figyeld. Akkor elviszlek a bányászati szakkiát. Majdnem. Az még izgalmas, az jó. Ha jól viselkedek, és rendben lesz minden, és úgy fogok tanulni, és a bizonyítványt is vártam, hogy BMX, vagy bármi, és ha nem lesz hármas a bizonyítványban, akkor elvisz, de csak ha elvisz, és ha nincs baj a magatartásommal, egy Vazarelli kiállítás. És a szülők, tudod, ilyen szájtátom, nézd, még átul, nézd, még egy csak tábla, nézd már, Tamás, harapja a zebra, másik zebra, nézd már meg, mennyi. Hát, hogy én azt mennyire untam. Hát életed a legnagyobb hullámvasútja volt, de csak lefelé.
És mondta, hogy nézd meg, ahogy a térből kijön, de mégse jön ki, de nézd ezeket a képeket. És ha ez bejön, akkor elviszlek majd a csövek csőszerelmények tengelykapcsoló kiállításra is, de csak ha nagyon jó leszel. Nekem apám azt mondta, ha jó leszel, elviszlek. Albert írsál a szőlőt meg. És imádtad, mi? Aha, nagyon, annyira szerettem, oda jártunk szőlőt venni. Ami jó, szerintem az a közlekedési múzeum, tehát az már kisgyereknek is, mert az azért vonat hát van, az meg ilyenek. De mert talán még megy is a Caravaggio kiállítás, a szép művészeti, ott láttam egyszer. Carpaccio, hát az a nélkül sehova nem megy. Ott vitte anyuka a gyerekét, aki azt hiszem ilyen, nem tudom, 5 és 7 között valahol, és hát ő meg erősen ugye ez a levágott fejes sztorikat nyomogatja, amit a gyerek nem értett így. Hogy miért nincs a teste a bácsinak? Így nekünk egy hallgató, ugyanez végigcsináltam, tudom, milyen osztálykirándulás Aquincumba. Na, Aquincum hát, egyébként önmagában nagyon szép, nagyon jó, csak mit látott mondjuk egy 6 éves gyerek? Gyönyörű, dögunalom. Tudod? Annyira unalmas, hogy semmi kövek. Hát tök jó, annyira unalmas. Kövek, mit vannak ott? Romok. Mert én értem, persze, hogy egy bizonyos kor fölött is. Egyébként én most így, ahogy hallgatlak benneteket, én megmondom őszintén, én szerencsés embernek mondhatom magam, én csupa praktikus dolgot láttam. Tényleg, elmentünk Albert is rá szőlőt venni, meg bevitt apám egyszer a főspedbe, és megnézhettem egy kerékcserét egy kamazon. Menő. Hát nem. Jó, hát más volt akkor nyilván az inger küszöb, meg hát ilyen kiállításokról, meg múzeumban most is megy az ember, minél jobb tényleg, ha a gyerek korán találkozik vele. Azt veletek nem csinálták szülők, amit egy hallgatóval, és velem is egyébként, hogy kimentetek Ferihegyre repülőgépeket nézni? De. Ugye miről szólt a dolog? Nem volt pénzed utazni, nem is nagyon utazhattál, mit csinált a magyar? Szerintem ez egy generációs élmény egyébként. Vágyakozva a család megfogta egymás kezét. Szombat reggel fölkent, és azt mondták, megyünk Ferihegyre. Na, az viszont egy olyan élmény volt, amit soha nem felejtek el. Már vecsésnél érezted a kerozin szagot, anyám azt mondta, érzed? Kerozin szag? És tényleg érezted? Kerozin szagot. Kimentél, nézted ott a taxikat, jönni, menni, szabad emberek, ott anyu, ha azon a gépen ülnék, hova mennék? Bukarestbe. Akkor inkább azon a másikon. Ülnél te azon is, akkor igen, ültél egyébként volna. Igen. Jó lett volna. Tehát, és álltál ott, és azt nézted, hogy emberek repkednek. Minket a Széchenyi mauzolomba vitek nagy cenkre, ahol kaptunk egy képeslapot is, az öngyilkos golyó által kiszakított koponyacsontról. Trauma volt. Igen. Az. Ezt többen írják, igen. 5 évesen arborétum, erre a fára nem mászhatsz fel, le ne tépd azt a virágot, ne menj le az útról, plusz a nap végére 6 begyűjtött kullancs, azóta is gyűlölöm a természetet. Ide nekünk Melinda. És pont az lenne a lényeg, hogy ugye mász fára, tépd le a levelet, mert gyerek vagy. Gyere, igen. Végre eljutottam Olaszországba az osztálya, gondoltam, mennyi mindent fogok látni, erre elvittek minket egy bovden gyárba és tésztagyárba. Székesfehérvárra mentünk megnézni az örökké folyó kutat, aznap éppen nem folyt, egyébként örökké. Vagy a zenélők út. Érted? 12 évesen el kellett menni a csernobili katasztrófa fotókiállítására, taglalva volt az újszülöttekre történő hatása is. Hát, Nóci írta nekünk Debrecenből. Legrosszabb a kocsi múzeum gyerekként, napokig készültem, hogy Ferrarikat látok, erre tele volt szekérrel az egész. Máig nem csalódtam. Hát? Máig nem csalódtam akkorát. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ajj, hirtelen lett ennek egyet. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Szólsz? Várjál, másik. Szóval az is. Beszélek kettő egyszerre, szevasztok. Na, az úgy viszont nagyon jó, hello Csabi. Mi újság? Hát képzeljétek el, megvolt az első. Abban, ja, az lesz. Most mit mutogatsz össze-vissza? Már akkor ezt leveszem. Szóval az van, hogy Romeo kezét törte fociban. Tényleg? Igen. Hát, te durva. Még egyszer merre rúgod, eltolom a kezed. És oda mentél? Így történt. Pontosan. Te ott voltál? Elmentünk meccset nézni. Most először azt úgy döntöttünk, hogy elmegyünk és valami külső helyszínen megnézzük. Tehát mentünk egy másik családdal, gyerekek fociztak, és hát egyszer csak jött a Romeo, hogy neki bizony nagyon fáj a keze. Ajjaj. Úgyhogy a helypálba kötöttünk ki. És most gipsz? Gipsz van. Hát le kell mondani az úszótábort, nyaralást is valószínűleg át kell egy kicsit ütemezni. De hát mi is voltunk gyerekek, velünk ugyanezt történt, nem? Nektek nekem sose volt eltörve a kezem. Nekem nagyon sokszor. Tornából fel voltál mentve. Az is igaz. Te személy. Nem akartam megbántani a Feri, csak hát gondoltam, hogy neki nem. Tehát ő hol tört volna el Feri?
könyvtárban. Ezer olyanokkal indít. Lehetett. Nem, ezer? A könyvtárban ült és olvasott. Amikor átgázolt rajta a gulya. Miért? Disznóvágáson, ha rád dől a sertés. A böllér. Igen, megszúrva. Igen, sérülésed akkor, hogy combot szúrt a böllér. Vagy rád esett fél részege. Ja, az a jó, amikor a gyereknek eltöri, most idézőjelesen tényleg, tehát aki az első sorban ül, jelentkezik, eminens, és nem történik vele semmi, tehát ezek felnőtt korban már jó kalandok lesznek, nyilván most egy kicsit nehéz neki, de az eleven gyerek a jó gyerek, úgyhogy ezzel nincs baj. Ne, ugyanez volt, tehát az első késztörésem nyaralás közben fociztam, tehát pontosan ugyanez történt. Ennyi. Kézzel, lábbal fociztunk. Amikor persze. Felszakad a feje, meg majd beszakad, meg varni kell, meg tetanusz, meg belelép. Hát azért ne legyen, tehát elég. Ja. Néztörés, meg volt. Igen, leszakad a füle. Kifordul a könnyön. Felszakad az óra. Így a porcos ötörik a térd. De ne, hát a fiú gyerekek ilyenek. Én is ezt mondtam, tehát ráadásul Demeter az egy ilyen égetni való ördög. Tehát az a jó. Nála az aztán jó. Valószínűleg kicsit sűrűben fog ez előfordulni. Az a jó. Na jó, van, hívjuk a nap hallgatóját. Figyeld meg, még a végén rockzenekaruk is lesz. De. Abban biztos vagyok. Ha nem, akkor addig ütöm őket, amíg muszáj nekik. Hát gitározni sajnos már nem fog, de... Morning show. Ó, hello, várjál, hát nem is gondoltam, hogy ilyen hamar. Hello. Ja, tudtam, hogy én leszek a nap hallgatója. Na, azt honnan tudtad? Éreztem. Érezted? Tényleg? Ma nagyon elemembe voltam. Éreztem. Nagyon. Igaz ez a történet, amit írtál? A pool és a kocsmás? Igen. Igen, sajnos. Ugye arról beszélgettünk, hogy a szülők hova cipelik a gyereket, amit nem élvez, de hát mint kötelező program, ugye? Vagy hogy ki milyen osztálykiránduláson vett részt, tulajdonképpen két legyet ütöttük egy csapásra. Te azt írtad nekünk, vagy nekünk, hogy apám minden nap elvitt a vasvirágba, és megnézhettem, hogy nagyon belöttyösödik, majd karatéznom kellett vele, a haverjaival, és Teri nénivel a kocsmárossal. Igen, de egyébként a legeslegszörnyűbb élménye ez a haverja, a Pipó, akinek a hadseregbe levágta a vonat a lábát, tehát egy lába volt, és úgy ugrált előttem, és vele karatézzel Pipóval. Igen, ez egy traumatizált gyerekkor. És akkor Pipóval ott karatéztál, miközben apát kicsit leállatiasodva, megalakulva, bíztatott, hogy hajrá? Igen, és Teri néni is kiabált, és a Pipó viszont csalt, mert a mankójával ütött. Figyelj, ez nagyon jó, ez roncsfilm. Igen, ez a roncsfilm, mindig Kustudica film, vagy... Nagyon jó. Kirúgtad az egyik lábát, akkor kiabált, hogy add meg magad. Igen, ott fut a gyáva. Ezt le kell írnod forgatókönyvnek, ez jó. Egyébként ez nagyon-nagyon jó volt a Pumella gyereknek lenni, mert volt olyan például, hogy hazamentem és fölkelt, és te hol lázva voltál? Hát én apu katona vagyok, ja, és 3 hónapig nem voltam otthon. Ja. Jó vagy. Nem ismerem apádat, de nagyon nagy forma lehet. Hát sajnos már nincs, de a legnagyobb arc volt. Tehát olyan is elő volt egy boxerünk, nekünk is, ugye Jani, igen. A boxer a legjobb kutya a világon, bár most pulink van. Kikötte, ott hagyta a kocsmán, és apu, kutya hol van? Jaj, ott hagytam a kocsmánát. Vissza kellett érte menni, és ihatsz még egyet, azért ezt ne felejtsük el, ebben benne van. De hogy a szegény kutya nézett utána, amikor elment mellette, az mi jelent? Jó arc volt apu, úgyhogy neki köszönhetem az első 4 éves berúgásom is, úgyhogy tök jó. De jó. Éves. Hát a sörnek a habját, itt van Gabika, gyere nyalogasd le, és akkor ugye a 6. korsó után azért már ugye én is megfordultam. Atyaisten, apád nagyon nagy forma volt, mindent értek. Van gyereked, Gábor? Sajnos még nincsen, de nagyon-nagyon rajta vagyunk. Is. Nem tudom, hogy jó-e vagy nem, hogy még nincsen, mert ugye az ember azért akarva akaratlan egy csomó mindent átvesz az ősöktől, ha akarja, ha nem. Igen. De legalább tudod, hogy ne, vagy hogy részben, hogy ne. Igen. Hát igen, kaptam hideget, de igen. De alig várod már, hogy a saját gyerekedet is levidd a vasvirágba karatézni. Teri néni. A vasvirág dojóba. Sajnos a vasvirág azóta megszűnt, de életem legmeghatározóbb élményei közé tartozik. Figyelj, ez nem keresztúr? De, városszéli tele. Megszűnt. Ismerem a vasvirágot, emlékszem. Hát ez a Budapest Tépőri Vállalatnál volt. Úgy van, abban szemben, igen. Ott kaptál te is, te is fölpofozott Teri néni téged is? Az milyen lepattant hely volt. Abszolút emlékszem. De jártatok oda apáddal. Nem jártunk oda, azért jártunk oda, mert mi ott dolgoztunk, és ott volt az volt a legközelebb, igen, a buszmegállóban. Én is ott dolgoztam egyébként, a Danonban ott voltam ilyen sleptúrás az Ivekókon, és hát ugye ott laktam a városszéli telepen is, úgyhogy jó kis hely volt az egyébként. Tudtam, hogy ismerős valahol ez a vasvirág, mondom. Igen, közös élmény. Jól van, Gábor, hát te most bőven megérdemled ezt az ajándékcsomagot, tehát ha valaki, akkor ez jár neked. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszélhettünk személyesen. Köszi, Gábor, csáó, vigyázz magadra.
Sziasztok, hello, hello. Szép napot, hello, hello. Hello. Oh, basszus, nem mondtuk neki, hogy sok sikert a következő DAN vizsgájához. Az a baj, hogy már a 4Q-s haddanos Teri néni már nem... már nincs ott egyébként. Nagyon jó. Teri szempály. A fehér harcos okszukám, Teri néni. Csabikám, remek zeneid lesznek? Ráadásul játék kezdődik, innentől kezdve 2 héten keresztül minden órában Forma 1 játék. Páros belépő 3 napra a Magyar Nagydíjra. Úgyhogy a versenyautót kell figyelni, aki tudja, hogy melyik dal előtt húzott el, az már is telefonálhat, és közben meghallgatjuk a Coldplay-nak az újdonságát. Hmm. 6. lemezüknek, a Ghost Stories-nak az első maxi, ez a Sky Full of Stars. Alig várom. 555-55-00, ez a telefonszám, itt lehet Csabitól dalt kérni, mi pedig holnap jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.